abod nézőket pedig most nagyon üdvözöljük ebben az adásban. Sziasztok! Lati, kösz az együdudót! Hello! Tehát mondom még egyszer, srácok, rögzítve van a link, a Torulinak a Facebookján 13500 ember van, 15000 kell, hogy legyen, hogy megkapjuk és odaadjuk rászoruló gyermekeknek ebben csodálatos finomságokat és némi készpénzt. Szóval akkor fejeljétek, megkövessétek be őket, nézem közben, hogy hát ha stream alatt meg lesz, elég sok kell, még 1500 emberről van szó, de nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki bekövette, nagyon köszönöm. Brutál egyébként, hogy ilyen sokan bekövették 48 óra alatt. Szóval nyomjátok meg, ingyen van, jó világ. Nyalnám, szia, hello, Eli, kösz szépen az ezrest, nagyon-nagyon szépen kösz, Osztva és környéke, RP-zünk, és megnézzük, hogy mi a helyzet. Nagyon hangos nálam, lehet, hogy csak nálam, mert mindig összeomlik a kártya váram. Jocó, kösz szépen a szubot, Eli, neked is nagyon szépen köszönöm. Hello mindenkinek, szevasztok, csá, és minden pacekba, minden megy. Azt a vidős ronyba tekert, kurva meget, hát komolyan mondok, komolyan. Sziasztok! Jó estét kívánok, szevasz, Máté, Dóra, Spongya, Cokez, MG Mihály, Gergő, kösz a 200-at, én szépen köszönöm, András és mindenkinek nagyon nagy picsi-pacsi, fiszi-paszi, szevasztok. Ádi, kösz az 5 hónapot, hello! Nagyon köszi mindenkinek. Anonymous, kösz az 1 dodót, Fingli, nagyon köszönöm. Gergő, neked is. Megjöttünk. Na, hogy is van a mondóka? Csip, csip, csóka. Itt a róka. Szevasztok. Szia, pa! Szia! Szevasz, Zia, Serem, hogy is van, amit az előbb itt beszéltünk. Szia, Zsani! Már a bódban van, szevasz, a bódban. Mi van, Lilikén, fiam? Minden kerek... Tanult a mondókát. Cip-cip-ciókát. Na jó van, de kitől tanultad ezt? Zobiba. És most gyakoroljuk. Nagyon kis ügyesen gyakorolsz, tudod? Néztem messzire, hogy itt ücsörögtél, fiam. Hát a szívem megcsikart a szívem. Gyere, adj egy puszit apádnak, mert úgy pofán baszlak, hogy összeszakadsz. Csókoljál meg. Na ez az, fiam. Figyelj csak. Gyere, mossunk arcot, meg fogom. Várja, mert nem látod, hogy beszélgetek a gyerekkel? Nem látod, hogy zavarsz? Van, bocsánat. Na, ne beszélj ma mindig közben. Ide, napa. Most mi a jeled a zoviba, fiam? Cseresznye. Cseresznye? Na látod? Igen. Azért jó a cseresznye, mert finom, és nincs benne kukac. Tudod? Nincsen? Bizony, bizony. A nagyon érett cseresznyékben sincs kukac. Tudjuk, igaz? Mert a kukacos cseresznyék szét vannak baszva. Érted? Érted. Ezt jól jegyezd meg, de most tényleg szeretetben mondom, hogy kukacokat el fogod kerülni nagyon hosszú ideig. Igen. Azt a gyümölcs, amit átjárnak a kukacok, nálne több is kicsi az, tegnap, az, nem, jó, a az nem jó gyümölcs. Így van. Na, nem jó van. Nem kell kukacokat gyűjteni. Figyelj csak, Jack. Az élet egyetlen bölcsessége. De te zárd már össze a lábadat, bazd meg, olyan vagy, mint egy nyitott könyv. Tehát, hogy hát értem, hogy játszod itt, hogy most kisugárzik. De csak bácsi mutogatta a kukacát. Az nem igaz. Ez igaz? Nem, nehogy is, Johnny. Te ne idegesíts éppen. A gyereknek kicsit túlélünk a fantáziája, tudod? Csaba, kösz az ezerest. De nem tudom, mi az a kitárulkozás. Ezt is az óvodába tanultam. Tudod, ezt most én tanultam cicológiát, azt mondják, hogy egy pérpi minél nagyobb teret akar elfoglalni, ezzel ki akarja pejezni az alpahímes viselkedését. Szóval hát az a helyzet, hogy itt össze. Azért, jó hogy van, mondjam de... neked, hogy itt a gyerek előtt érted, hogy hát Ricsik itt lőfegyver van a gatyámban, érted? Jó ágyom. Van, csomó. Ez nem olyan fontos, figyelj! Nem a pályán vagyunk, érted? Itt tudod, nem kell... milyen fontos, Rózi? A söröm, kurva fontos. Johnny, lennem, van idomozzon. Egy rossz hírem amúgy. Hát egy sör van a hát hűtőben. Egy sör, nem sör. Most full komolyan, de tényleg, amúgy van egy nagyon ez rossz hírem. Ezt kérdés, hogy rossz a Lucy kórházban van, voltam meg. Jézusom! Úristen! De nem mondtak semmit, mert gyorsan haza kellett jöjjék. Hát de mi baja van annak a csövesnek? Nem tudom, nem tudom. Majd most be kéne menni, megkérdezni, hogy mi van, meg ilyenek, meg kivizsgálás volt. Elmegyünk Anna nénit megnézni. Elmegyünk, Lilike. De nincs valami jól.
Mi van ezen a nénivel? Semmi baj, figyelj csak, az a baj, tudod, hogy... Hiánya van, elvonása. Az a baj, majd lesz másik. Mondani. Érted, nem kell idegeskedni, de bármi történik, majd mindig lesz másik. Van másik. Érted, van annyi, mint a szar. De én szeretem az a néni. Hát tud a kövek között is megszereted. Jó. Sanyi, kösz a 300-ot. Nem mondj már ilyet. Tényleg fogjátok már be a pofátokat, kurva életbe már. Hát nem hiszem el, szegény gyerek itt hallgass ezt a sok sületlenséget. Érted? Figyelj csak, Lilike. Az a baj, hogy a kórházba megyünk, vinni kell valamit. Van pénzed? Így van. Kis, anyád adott egy kis zseppénzt, vagy valami? Hát vinni mi kell narancsot. Mi ez a zseppénz? Akkor nem. Uh-huh. Jó, van valakinél pénz? Mert a kórházban nem állíthatunk üres kézzel, bazd meg. Hát a te párod. Nem az volt a kérdés, ha te jössz, te dagad disznó, akkor te is ugyanúgy jössz. Én ma már voltam bent, vittem neki. Hát is a kétszer nem lehet. Mit vitti? Háztartási hát kekszet, bazd meg. Hát indivalót, kekszet, 5 pontosan. 5 percenteset. Jó, Jack, neked van pénzed? Nekem. Te a csóró. Várjál. Állandóan ebben a ruhában van. Én beviszem Anna néninek a pjussömet. Hát van nálam. Ezé, 10 makaron. Azt oda tudom neki az adni. Az fasza. Felét ad ide, hogy majd én adjam. Jó van. Jó van. Akkor ketten visszük. Barta Gábor, kösz szépen. Hát majd egy, te odaadod azt majd egyszer. Ja, majd igaz, akkor te nevedd is én értem. De hogy szűnt meg. Én szűnök már meg lassan a paszomba. Figyelj csak, madárpészek arcú. Itt van ez, beviszem Anna néninek. Jó. De na, figyelj az csak. Nagyon cuki. Ó, hát biztos, annak nagyon fog örülni. Tiszta szarra lesz, meg összefogdossa az a leprapészek. Én is ezzel jajszok, és most hát, ha ő is jobban jössz, ha elkapsz tőle valamit, nem szabad. Én aranyos vagy, látod, Lilike? Ne mondjatok már ilyen a gyereknek, komolyan egyetlen mondom, a szereti a nő. Egyetlen angyal van a földön. Oh. Az így van. Oh, az én vagyok. Ha, passz meg. Na, mehetünk? Na, mehetünk. Egy igazi kis tünemény. Gyere, Lili. Kis önzetlen, ártatlan. Így van. Gyere ide, keresztapa, levisz. Jó, jó. Milyen keresztapa? Erigyél már leperetve, ne pillizél. Hát nem emlékszel, én tartottam a kis Tilikét a keresztvíz alá? Kit érdekel, hogy hova tartottad? Ez tudjad, hogy mi volt van. Sose. Ott se voltatok. Nagyon szépen kösz mindenkinek. Miért nem tudok felszobolni? Hát de nem szóval. Szerintem álmodtad, vagy hát én nem voltál, azt valaki más kereszteltek meg. Te nem voltál, hogy nem emlékszek rá, hogy ott lettél volna. Jó, hallgassál már. De bassz meg, fejezzétek már be az állandó civakodást, mert tényleg hülyét kapok. Hát na ezzel kurva jól leparkoltál, Rózi, mondhatom, tényleg. Ez egy igazi női parkolás volt. Nincs is jogosítványom, szerinted hát, hogy én vezettem? Látszik amúgy. Én nem vezettem autót. A ezért azt rak be a csomagtartóba azt az állatot. Kinyitod? Kinyitom a csomagtartót, persze. Igen. Megnyomom itt a gombot, és csak. Tessék. Köszönöm. Na, üljél be fel a kis piac. Bejöttem. Ügyes vagy. Látom. Kösd be magad, Lilike, vagy bekötöm az övedet, jó? Köszönöm, apa. Na figyelj csak, Lilike, mondj meg mostanában, minden jó az újba. Az a Thomas meg az a sok passzopó elfelejtett már téged, vagy környékeznek még mindig azok a gyászok. Ha? Hát a, van a Thomaska, meg van a barátja, meg a testvére a Tomaskának, és mindig jönnek játszani, és mostanában már nem húzgálják a hajamat, hanem hozták nekem homokozó kísérletet. Na ezt már szerettem, látod? Körte formát, mindent vittek. Belettek csicsikítva akkor. Jó van, ennek örülök. Akkor nem bánt senki most, igaz? Nem, adott nekem pusit is. Mhm. Uh-huh. Anyád azt mondta, hogy valaki szarral összekente a benti cipődet. Mit csinált a Tomaska? Hallgassál, légy szíves. Az igaz? Hagyott puszit. De milyen puszit? Neked? Igen. Bocsánat. Elsiklottam itt a lényeg fölött. Nem emlékszel, hogy miről beszélgettünk, Lilike? De képzeld el, nem is hajt meg. De figyelj már, most nem most én nagyon szeretlek, mert minden, de sorbad az agyad. Hát nem elmondtam, hogyha már nem pusziszkodjál. Nem megmondtam. Nemi, sütő adott nekem. Mhm, és akkor miért nem ütötted föl az állát, ha így pusziszkodik? Hm? Ebbe a baktériumos világba? A Covid jön, megy, minden csomó fertőzés? Azt mi, az nyálos... a... mi az a Covid? De miről beszélsz? Figyeljetek már ide. Nem hallottatok róla? Nem. Pont az ilyen csúnya emberek kapják el, mint ti vagytok.
Hát akkor pont te fogod én elkapni. Nem. Én immunis vagyok, ezt kimutatták az orvosok. A csúnyasági politikot fizetők, mint te tagad, kurva, te például biztos, hogy belepusztulsz. A lényeg az, hogy tele van itt ilyen megpázásos betegségekkel az egész világ, te meg összenyáloznak téged? Ja, csak ha? Te tudod, senki más nem tudja, hogy mi ez. Végül is annyira okos vagy. A fiam kis sose akad, de a fiamket nem sejtem, a Tomaskát sejtem. Jó van, de ezt most már de miért nem be? Szereted a Franket? Nem, mert az egy küzdőpénzgető. A benti cipőmet. Szabolcs, kösz szépen. Micsoda. Biztos, hogy nem a Frank volt. De is azt mondta, hogy a Jacska Bekakit is biztos bejegyeltem, de jártam, hogy a nadrágjából szedte ki a kakit is bejegyeltette a tojnazsákba. Azt a múltkor én is láttam, szart egyet a zsebre rakta, mint de egy apró. De mit nem láttál amúgy? Ez igaz, figyelj csak dagadt kurva. Mert neked olyan a szemed, meg, mint a sasé. Hát a passzomat látnád, az a baj, mert láttad. Az meg olyan, mint a lóé. Én hát nem te. Láttam még. Ja, dehogy nem, ott kifliztél rajta, nagy tuba fejeddel. Te pupos geci. A másik pedig, hogy az aberrált köcsög... Kéne a gyásznak a az aberrált köcsög gyerekedről, Clary, hogy az egy agyhalott, érted? Egy buzi virág. Na, jó van. Most neked jó este, hogyha én fikáznám a Lilit? Hát a beledet kitipor, nem csöves. Hát akkor én is. Kivesem a kis. A szart kiverném belőled? Te most már kezdesz kihúzni a gyufát. Gyere, húzd meg. Köszönöm, figyelj csak. Kont leszarom, geci. Húzd meg az ujjam. Erígj már a faszomba. Na, húzd meg az ujjam, gyere, béküljünk. Úristen, Rózi, milyen... Állj meg, dagad! Nem állok. Állj meg! Te ne velem neki javar, mert úgy vígvágok rajta, de csém, hogy leszakad a... Na, húzd meg az ujjam. Hú, mindegy. Dadad. Gyere, Lili. Húzd meg az ujját. Gyere, Lili, húzd meg az ujjamra. Húzd meg a pauhiját. Ide jaj, akkor ma pisz, megfogod a pisszemet, Adi. Húzd meg az ujjamat. Na, meghúzod? Húzom. De látod? Húzd is látod? Dehogy is, az ujjam resögette. Hát nem látod? Jegyegett az ujjam. Na gyere, Ari, mert tudom, büdös van, én nem tudom, mit mi történt. Beleszagóból, aki a teremtés kapuja meg mindig. Milyen büdöset, azt a kitalat. Tedd már zsebre. Hát ez akkor is döglet volt, amikor megedted. Büdös is, vigyázzon. Szóltajam. Jó napot, kiskezi csókolom, tiszteletem. Jó napot, kívánok. Elnézést, mit az szólt. Biztonsági fürdés. Önnek is bemutatkozom, Dr. Bet vagyok, én vagyok a doktornő. Felkísérem önöket a Lucyhoz. Doktornő, figyelj csak ide, tudna nekem, van egy kis baj. Egy egészségügyi problémával jöttem most. Úgy szűkület? Meg tudna vizsgálni? Én persze, meg nem vizsgálom is én. Doktornő, meg kéne jöjjön nézni, meg kicsit akad. Kicsit akad? Tudja, mi az van, hogy a múlt kórjában... Rendben, hát kérem, majd fáradjanak utána velem, aztán megbeszéljük a többit. Jó, de tajkártyám most nincs valószínű. Számít. Rendben, uraim, akkor na, jöjjenek velem. Menjünk Lucyhez inkább. Jó, van, menjünk dagadt, menjünk, jó? Jó, és vigyázzanak, doktornő, vigyázzanak, mert ez a nő megéhezik, megeszik a székeket, minden. Betegeket is főzabálja. A rohadt kis gömböc megindul. Mi van? Ez milyen jó az a doktornő, basszik. Ugye vagy, hát úgy megbasztam, hogy vértány egy hétig. Hát ez, igen. Van ennek minden baja? Ja, én lassan tudok menni, doktornő, mert itt szerb meg nagyobbodásom van, és alig bírok lépni. Megvárjuk az öreg urat. Nem milyen öreg voltak? Fiatal ember vagyok. Fiatal, én csak azért jövök ilyen lassan, vagyunk. Tetszik tudni, miért jövök ilyen lassan? Mert meghagyom az erőt másra. Érted, hogy mire célzok, igaz? Maga kis vaddisznó. Hát ezt a doktor úr fogja elmondani. Az emelese névre hallgat. Igen, egy pillanatot kérek. Igen, itt is vannak, csak eltévesztettem a házszal. Jó napot kívánok, tiszteletem. Jó napot! Te veled mi a geci van? Jézusom! Szia, jó vagy? Úristen! Az ágyat is felborgatja. Úristen, tele ment a szemem pinával megint. Azt mondta a doktor bácsi, hogy meg fogsz hajni. Amúgy én is ezt hallottam, hogy anális beteg vagy. Lilike, figyelj csak, gyere légy szíves! Anális beteg vagy. Elnézést maguk családtagok? Igen. Hogy a faszomba, de? Jó, rendben van. Persze, hát a kurva élet, hát persze. Akkor én meg fogok halni. Igen, ez az MLSA, ez mi van? Teljes mértékig húsevő baktérium. Jézusom! Okozta, ami a bőr alatti kötőszövetek elhalását okozza. Jézusom! Nem, ezt láttam a National Geographic-on. Amúgy tényleg én is.
Én is húsevő az mi? Vagyok. Mit láttál? Hát látod, mert nem csak a fizét kéne nézni. Te meg fogsz halni? A lónyálakat. De kurva most Johnny-tól hallottam, ne se nehetjük. Figyelj csak! Akkor az úr biztos ilyen ismert ember. Elnézést, nagyon kevés időnk van, doktor úr. Elnézést. De ezt mitől kapott el? Legfőbb kérdés, hogy kitől? Így van, kitől? A rohadék. Melyik volt? Ezt még nem tudtam diagnosztizálni, de rajta vagyunk közügyben. De meg fogsz... Nem gyógyítható? Figyelj csak! Nem kéne mindenkivel összefeküdni, ugye? Az a baj, hogy most hívtak... Az ellen, sorry. Most hívtak a temetőből, menni kell próbafekvésre, most hát fiam. Hát ez torkon keresztül terít. Te is meg fogsz halni! Nem, hát neked. Hát olyan nagy gödröt kell esni, hát nézd be oda. Hát a torkon keresztül feljött, hát, amibe, a hát, az, hát úgy, hogy a amiben a torokba bele... Hát hogy mondjam. De doktor, pedig... maga nem kapta el, ugye? Isten. Maga nem fertőzött, nem, ugye? Még nem, még nem. Hát ez a nem iszer, amikor nem, nincs rendesen megtisztítva. Elnézést, doktornő. Bocsánat, egy pillanatra. Magának nincs ilyen öklendező reflexe, látszik magán, igaz? Jól látom ezt. Hát figyeljön. Maga bírja, igaz mi? Tessék? Bírja maga egy öklendező reflexe. Persze. Figyeljön már. Asszisztens nő. Igen? Ápolőnének hívják. Doktornő. Elnézést, hogy hívják magát, doktornő? Rossz korlapot tetszett ideadni. Azt a bűnös szurveget! Normális vagy! Azt mondja, hogy fel lehet jelenteni önöket. Most azonnal hívjon a rendőröket, Pőke. Ez mi ez? Mondta, hogy Lucinak hívják. Hát bazd meg, az... Már szívességet kellett kérnem a temetőbe. Próba pekvésre kimenjünk. Hát ezt ki fogja kipizetni? Ja, igen, ez a, amikor bejött az a, hát a prostituált nő, aki. Jézusom! Ilyennel diagnosztizáltuk. Hát igen, ez egy kicsit el lett nézve, uram. Csöcsit... Nagyon sajnálom. Elnézést, doktor, hogy mondjam már nem magára. Most akkor mi van? Most akkor meghal, vagy nem hal meg? Semmi bajod! Én úgy megszopkodnám a maga belbimbóját, hogy két gólyacsalád rá tudná állni. Érti? Lenne 25 centi. Jó, most akkor vagy megnézik, hogy mi a helyzet? Hát mi is a teljes neve, legyen szíves elmondani. Hogy hívják magát, kisasszó? Lucy Dallas vagyok most. Vagy utána nézek, vagy az igazgatóval fogok beszélni. Akkor jó. Akkor minden rendben van. Akkor viszont most akkor jó. Mi az, hogy minden rendben most van? Hát ez már, doktor úr. Most akkor jó, vagy meghal, mert kettő nem ugyanaz, már meghal, az nem jó. Kérem. Most meg fog hajni a... Nem fog meghalni. Kell temetés, vagy nem lenyugodni? Kell? Felmegy az Tessenek lenyugodni. Nem tudok lenyugodni, mert szétbasz az ideg. Utána nézünk mindennek. Ha letépem minden ezt a kapcsolót, az fejbe baszok vele valakit. Jöjjön, doktor, tényleg elég. Utána nézünk. Rohadt szemétládák. Bazd meg. De most kell temetés, barátném, vagy nem kell? Milyen barátnőm? Ott én eddig popáztál róla, te büdös köcsög. Milyen barátnő? A rákagyomrodat. Eddig itt szítad a bírit. Semmi rosszat nem mondtam, te mondtad. Te röhögtél, hogy kórházba van. Fejezd be, légy szíves, jó? Ne szomorkodjál. Nem fog meghalni. Minden jóban van valami rossz. Tudunk beszélni? Gyere már, légy szíves. Négy szem közben, ezek itt sikultoznak állandóan. Faszomat nyomkodjam bele a fülükbe. Nincsen semmi baj. Jaj, kicsi ez a WC nekünk, nehogy elkapd. Figyelj csak. Hát nehogy, vigyázzál, Johnny, igen. Nehogy elkapd a szanyamaját. Gyere, légy szíves, arrébb. Szeretnélek azért beszélni veled egy-két dologról. Ugyanis egy felelősségteljes ember, azt gondolom, hogy bármogyan alakul is az élet. De mindig... nem alakul se, hogy meg fogok halni. Én befejezhetném a mondókámat, vagy pofán basszolak. Szóval, egy felelősségteljes ember... Nem beszélsz, hogy embert akarsz felpofozni? Jó, hideg lesz akkor. Befejezted? El kell öltözni. Bocsánat, majd a temetés. Haldokló hormonok. Szóval figyelj csak. Hát egy felelősségteljes ember mindig rendelkezik az ingóságairól és ingatlanjairól a nehéz ügyökben. Hát igen, nem akart elvenni feleségül, úgyhogy minden apámé marad. Akkor rákeszi meg a gyomrodat. Tudod, Rózi néninek a teknőse meggyöklött, te már nagyon öreg volt, és arról beszéltünk. A teknős. Eltemettük a teknős. Micsoda? Várj egy picit. Csókoljon. Akkor nem veszel el? Hogy a faszomban? Nagyon sok mindenem van. Először is, mondd már meg, hogy a lábad között a pinád miért van 2 négyzetméter, mint egy vágódeszka. Mi van oda a betűrbe? Pelenka van rajtad, vagy mi a faszom? Hát igen, mert haldoklom ki, hát a villamos ütköző. Szarom össze magam, érted? Ja? Az mondjuk jó. Figyelj csak, Lilike, szia! Igen, mi a baj? De minek rész? Nem adaljam, hogy... meghalljon ez a néni. Nem fog meghalni, figyelj csak. Egyébként semmi sem vészel. Figyelj, tanítok neked valamit, majd
Semmi se vészel, csak átalakul. Érted? Lehet, hát hogy anyanéniből lesz mondjuk egy nagy, nem is tudom, almapa. Előbb-utóbb. Érted? De az az alma neked fog teremni, Lilike. Biztos. Sőt, én lehet, hogy rád hagyok mindent. Csak nehogy az legyen, hogy kukacos, tudod? Hát emlékszem, mit mondtam. Patrik, kösz szépen a szubot. Ádám, kösz szépen. Lucy, azért régóta ismerjük egymást, tudod, és a mi kapcsolatunk mindig egy kicsit ilyen belsőséges volt. Persze, sose felejtem el, hogy be akarták kavarni köztünk a mackókával, és szét akarták szedni minket. Ez nem igaz. A prank azt mondta, hogy olyan büdös a picsád, mint egy gázolt macska. Nem, két hét után. Ezt mondta. Nem, azt mondta. Azt mondta, hogy olyan csúnya voltál, hogy bottal forgattak az inkubátorba szerinte. Meg anyád szatyorba vitt, az futott a fény alatt beled, érted? Nem igaz, hát rá kell nézni, hogy azt mondta, ilyen szépet festeni nem egy lehet. Egy árva petákot sem fogsz kapni, ezt most mondom. Azt mondta, hogy biztos lapáttal letettek tégedet? Meg hogy anyád is azért simogatott. Azt mondta, anyád is... Így van, rohadékok ezek mindegy, hiénák. Azt is mondta, hogy anyád azért simogatott, hogy a testvéred ne féljen tőled. Ott a keresztfiam. És a kislányom, rájuk fogok hagyni mindent. Így ha van. Te nem akarsz elvenni rájuk feleségül, kell. Akkor nem. Rájuk kell, hát hogy ne? Még ma meg lehetne az esküdő. Tényleg, meg kéne még ma esküdnötök. Persze, az igen, megbosszátok. Igen, szerintem is. Már egy picit telefonálnom kell, csörög valahol egy telefon. De hát... Kapod nem idejtem, mert hogy nem, nem fogsz meghalni. Itt van valahol egy telefon, nem halljátok, hogy csörög? Nem akarok meghalni. Hát... Keresik, nem tudom, nem. Most tényleg a telefon fontosabb? Az nem érdekel? Most mondtam, adokon? Hogy a temetőt felhívtam szívességet kérni, hogy próbapekvésre kell járni. Ilyen szívességeket ja, intéztem. Hogy érzed a gondoskodást? Te fogd már be dagad, geci. Annyi tapintat van benned, mint egy teás csészében. Hát bazd meg. Valahonnan Isten elvesz valahová ott. Le kell feküdnöm. Feküdj le, mert látom, hogy nedvedzik már a lyukat kifele. De most hova pekszel le? Bárhova megteltem, haldoklom. Jó napot. Jó napot, doktor úr, hogy hívják magát, bocsánat. Jó napot. Doktor Dead vagyok, igen. Brad? De hívjon csak Brad-nek. Brad, igen, igen. Mint a kenyér? Hát valahogy úgy, igen. Mindjárt csak kenyér dokja, az passzom tele van már beletek. Érted? Bazd meg, itt a kamu ízékkel jöttök, itt pusztul el a nő. Itt pusztul el a rágba. Dől oldalra, bazd, mint a rohadtán. Érted? Hát ha meghal, hogy visszük el innen, bazd, mert megszakadunk, olyan, mint két szarvas. Hát van benne ez 200 kiló. Nem, ha meg viszont hazaengedem, legyen szíves végig, ha hazaengedem. Mert még 100%-ig teljesítettek, hogy még tovább kell. Én vagyok na, a beteg! Ne rikácsolja, legyen szíves! Ja, fejezd már be a rikácsolásban! Kérem, nyugodjon na. Le, na, legyen! Na, itt megkéregesse, jó? Itt, itt nem lesz semmiféle probléma! Jöjjön, legyen szíves, hogy én már nem lehet kibírni! Kurva anyátokat, te ordítsatok már! Valami! És nem lehet kibírni! Nyugtatót is felírok, ne aggódjon! Á, bocsánat, ez az... Igen? Nem teljesek az eredmények, viszont az a baktérium az ott van. Úgyhogy több vizsgálatra lesz szükség, amit két nap múlva legyenek szívesen. Jó, megbaszom őtet, akkor elkapom ezt a húsevő lópaszt. Mert begyűröm hát, neki. Nagy a valószínűsége, nagy a valószínűsége, úgyhogy Gyula, ne legyen, legyen 2000... semmi kontakt vele. Jó, és akkor maga teljes kiürlésű kenyér? Vagy fehér kenyér? Hát én fehér vagyok, mint látja. Hát ez az, hogy nem látom. Mint aki most szakadt ki a szoláriumból. Tehát akkor pertőz ez a betegség? Cigán maga? Maga cigán. Előre nem tudom elmondani, viszont hanyagoljuk így a szexuális, nemi, illetve bármiféle ilyen kapcsolatot, ami nyálkohártyán keresztül is elterjedt, úgyhogy semmiféle kapcsolatot ne létesítsenek vele. Aha. Figyelj csak, az a biztos. Maga hogy képzeli, hogy maga a doktor úr az össze van tetoválva a tarkója? Mi a faszomat képzel magáról? Hogy lehet így viselkedni? Pő lesz jelent be maga. Hogy de hiány maga? Ugyan, de a főnököm... Ezt megengedi, ezt te úgy... Torkomba tetobálva maga ízi börtönbisel, csöves kukorica, vagy mi? Ez nem igaz. Lehet maga nem is igazi orvos. Maga de megvezet én igazi minket. Orvos vagyok. Akkor mutatkozzék már be. Én nem vezetek. Hagyj nézem a mondtam, tábláját. Mondtam, doktor Brad vagyok. Itt a táblám, látja? Igen, és maga milyen doktor, ha mikropénisz kezelésével foglalkozik, vagy mi? Milyen szakirányú végzettsége? Hát nem magát kezelem jelenleg. Azért engem nem is kell, mert akkora passzom van, hogy félelmetes. Boska, kösz szépen. Szóval mi a végzettsége van magának? Zsolt, kösz a 200-at. Ha? Tetováló doktor. Sebészfőorvos vagyok. Aha.
És hogy hívják magát? Dr. Brad. Kenyér? De legyen szíves, ne tartson fel. Mert én meg dolgot fog főtartani, az az ökröm lesz hamarosan. Mert felidegesít maga itt a kamuzásaival. Az előbbi tízére... Maga is kaphat nyugtatót. Figyelj csak, passzopó. A szart kiberem belőle. Dr. Lópasz. Figyelj csak, állj már meg, jó van, figyelj, megnyugodtam, figyelj. Nincs valami kis nyugtatód, mert tényleg szétbasz az ideg. Tényleg. De van nyugtatóm, viszont leniszek fenybe, úgyhogy ezt most sem tudok adni. Akkor ki? Figyelj csak, nem látod, hogy remegek miattad? Idegbe baszol? De adjából a nyugtatót. Megnyugszik. Légy szíves, ne idegesítsél már. Így adj már valamit, mert rád berek egyet, azt így fog zörögni egy hétig. Jó, légy szíves. Jó. Köszönöm. Na, menjünk. Jöjjön. Geri, kösz szépen az 5 hónapot. Én mondtam, hogy én doktornő, közölném önnel, hogy egy pár napra hazamehet. Ja, ő doktornő. Majd be fogjuk hívni, konzultációra. Na, maga véleményére elnézést, nem adott. Elnézést, doktornő. Az előbb nőgyógyász volt, most meg adja. Két napra biztosan meg fog jönni. Doktornő, tudunk egy négy szem közben beszélni? Két napra hazaengedünk. Igen. Rendben van? Rendben van. Aztán vissza kell jönni konzultációra. Szíves visszajönni. Figyelj csak, doktornő. Jó, de most azt szeretném megkérdezni, hogy... Hogy egy pillanatot kérek. Milyen úton terjedhet, vagy terjed? Dolgom van sajnos. Hagyba, komoly munkám van, további betegek várnak, összetapadások, mint a kutyáknál. Itt nagyon, nagyon, nagyon sűrű problémák. Ugye csak én segítek magának, én magába is összetapadok. Úgy meg baszom össze, szarja magát, ha kezücsókolom. Rendben, további szép napokat. Magának is, hogy szopjon be a nagy rücskös papáját magának. Jézusom. Jöjjenek, kikísérem magukat. Nem. Figyelj csak! Tessenek velem fáradni. Én nyugtató tudok szakodni, tudod. Okosba. Persze, persze. Figyelj, jó vagy, Pia? Mindjárt veszek a szekrénybe, jó? Annyira nem. Jó van, figyelj, a depressziózás fejezbe, mert megpejelnek. Pedig szerintem ilyen rivó ráférne itt az ére. Légy szíves, nem csináld ezt a depizést, mert hülyét kapok már. Ne legyél már szomorú. Nincs semmi erőm. Most hazajössz. Nem is kell erőm, mi vagy te, bazd meg? Fizikai munkás, vagy mi? Súly emelő? Nem vagy, nem kerül. Nem fogsz meghalni. Biztos. Minden rendben. Nézd meg, látod? Vagy nem? Hát igen, szerintem ez a... Szerintem meg kéne intézni az esküvőt. Igen, de amúgy. Szerintem el kéne intézni az esküvőt, hogy... Nekem van egy kis dolgom, jó? Itt akkor... Figyelj, ha nem fejezed be ezt a depressziót, fölveszem azt a felmosót, azt nagyon baszlak vele. Fejezd már be, légy szíves. Légy szíves, hogy haldokló embert nem bánthat. Jaj, hagyd már azt a drámát, Piam. Szia, kislány. De figyelj már, mackókám. Viszontlátásra. Mi lenne, hogyha ma holnap? Megészséget. Ez a kiárat. Viszontlátás. Viszontlátásra, vissza. Csak olyan. Köszönöm. Mit szólnál? Nézd csak, milyen jól áll nekem, ha kihoztam a cuccaidat is. Tessék. Elhoztam a cuccaidat. Nincs mind, de már elpáradtam, nem akarod hozni. Ilyen idős mekkora egy szexi állatot. Hát, végül is hozhatom, mert elvég az enyém, nem? Hát persze. Na, menjünk kolléga, viziteljünk, én azt mondom. Jó, szóval arra gondoltam, mackókám, mi lenne, hogyha ma holnap feleségül vennél, hogy boldogan halljak meg, ha meg kell halni. Jó, figyelj, ez tök jó hangzik, de előtte azért van egy-két dolog, amiről beszélni kell. Igen. Látod ott ezt a kocsit? Igen. Na, hát mekkora szar. Ennél legalább hát, kétszer igen. Jobb kell, vagy háromszor. Igen, tudsz majd venni, ha feleségül vettél. Ez az én labdám, és senkinek nem fogom az adni. Világos? Most, és a Lilinek se? Hát a Lilinek se. Hát velem neki odaadom. A Lilikének. És hogyha lesz egy kisfiunk, nem halok meg, és lesz egy kisfiunk, ő sem kapja meg? Nem. Segítenél, olyan erőtlen vagyok, be kéne tenni a cuccaimat a csomagtartóba. Jó, ugye megverjük a Jacket, jó? Mert ő most ő az csicskus, csicskás. De dolga van. De azt úgy, mondta, hogy menjünk haza. Komolyan? Egy szíves segítsél betenni. Jó, várj egy picit. Nem tudom, hogy nyílik ez a szar. Már nem vagy te bénát, csak ragd le. Vezessek, vagy vezet valamelyik ültök. Vezessél, nekem nincs erőm. Na, gyertek, üljetek be. Figyelj csak, Bekötlek, Lilium.
Azt hiszem, hogy a jobb hátsó hely a legbiztonságtalanabb. Neked már úgyis mindegy, ha esetleg baletet szenvedünk, balesetet. Lehet neked kéne odaülni, mert azok szoktak meghalni először, tudod. Nem a sofőrök? Nem. Azok ott szerintem a kormány... vezetek én, jó? Na üljél be, jó? Most már ne variáljál. Nem vezethetek? Nem, nem vezethetsz. Üljél be a passzomba. Figyelj csak, mondjátok, hogy merre kell menni, mert el vagyok tévedbe mindig. Haza kéne mennünk. Na, akkor mondjad az utat. Rendben. Balra. Ez balra. Jó, de semmi probléma. Hát most már így ott a záróvonalban nem látod, bazd meg. Vagy több vak vagy, vagy mi a passzom? Csak kérdezem. Na, figyeljetek ide. Szerintem énekeljünk egy dalt. Igen, milyen dalt szeretnél? Egy dalt fogunk elénekelni, ami arról szól, hogy milyen boldog az élet, és azoknak milyen rossz, akik meghalnak. Kicsit szabadkás a hangulatom már ma. Kicsit szabadkás a boldogtalanság. Itt menjünk-e balra, jó? Látom, jó, vagy nyugodj meg, ne idegeskedjél. Én megrázom magam. De hiába rázom, nem lesz minden rendben. Hát ez már... De ugye, szívem, légy szíves. Nélkül gondolnád, igen. Fejezd be, ezt fejezd be, mert oda baszok egyet. Jó, bocsánat, de majd ha te haladok össze és sírni fogsz, akkor én is ezt mondom, jó? Jó, rendben, de valószínűleg jó, azt már nem fogod látni, basz meg! Így, de miért? Még lehet, hogy van esély. Ez egy nagyon rendes csávó. Látod, stopptáblán elszív egy két doboz cigit, három... hideg élelmet fogyaszt. De azt hiszed, van időm, hogy megállj mindenki mögött? Hát én a becsületnek a magas szintű kategóriájába tartozom. Hát akkor lehet busszal meg gyalog is menni, tudod? Mert mostanában az étteremben tele van a passzom. Haldoklás ide vagy oda, hazudsz össze-vissza. A passzom polpád meg nem vagy békén. Érted? Széthúzom a lyukát, hát azt belövöltöm a himnuszt. Kicsit bocsánatot kértél volna. Aha, persze. És aztán elvettél volna a feleségül, nem lenne ez. Akkor apuka lenne, meg gazdag vastag pénztárca. Azt kell neked, de? Az a baj, hogy neked nem elég, hogy a passz is vastag, meg pénztárca is az legyen. De azért állj már le, telhetetlen kurva. Most én nem értem egyébként, miről beszélsz, mert az én állat vastag faszról nem beszélhetünk. Ha, miről beszélsz? Hát szemedet kinyomja a helyiről. Lili. Énekeljél valamit, jó? Lilike, mutasd meg, mit tanultál az a miba? Az a baj, hogy nem a vastagsága nyomta ki a szemem, hanem a szaga, tudod? Hát figyelj. Mondóka, csík, azzal is meg kell elégedni. Én megelégettem, egy szabad nem lehet. De takarodj, kipokszáld a kocsiból. Messzire mensz most. Ezt a kocsit is én vettem. Te tudod, mit vegyél? Hát ne levegőd! Most már elég volt. Ezt te is megfogadhatnád. Ügyes vagy. Valami ízét populárisabb nincs Lilike abban a rákos obodába? Ha? Papuja is. Hát persze, valami ölt énekelj már. Valami passzát, tudod? Amire lehet ropogni. Meg topogni. Micsodát, apa? Mit tudom én? Melyik a kedvenc számod neked? Na, mondjad akkor. Nem tudom. És te tényleg a stop táblánál megálltál? Igen, miért? Balra. Tényleg, bazd meg! Kibaszott nagy atomfizikus vagy. Hát igen, lehet, hogy nem is nekem a húsevő baktérium, hanem a te agyadat eszi valami. Hát engem eszi. Nem tudom, hova dobtad, nekem nem csak amikor az agyomat, más nőre néztél. Nem csak az agyamat, az életemet is. Az pedig te vagy, bazd meg. Az így van, Mártól az idegeimet. Baktériumnak. Hamarosan eldobod a kanalat, azt itt mergődsz állandóan. Ahelyett, hogy szép emlékeket. Nem, hát nem is kell. Érted? Hogy nem. Kérsz a cigit? Már érted. Még nincs lehet kárbeléd. Nem dohányzom. Az öreg az mindig dohányzik. Negyed is de ne így cigizzél már. Itt mondtuk Vaszki izének, Roxinak az anyjának, hogy ne cigizzen bent a lakásba. Elrettem egy... Igen, az a Roxinak az anyja. Meg... A tiéd lesz. Én ha akarok, ide szarok a szőnyegre is, bazd meg, világos? Ameddig az én asztalomnál eszel, addig az a popádat bepogod. Te minden háznál ezt mondod, azt neked nincs is házad. Csak kijössz. Honnan tudod, hogy én mit mondok, melyik háznál? Csöves. Mindened meg lesz, Lilike. Csöves vagy te. Figyeld magad.
Te tényleg kihúzod a gyufát, azt mondod, baszok rád, hogy ketté szakadsz most már. Hát akkor állandóan csak kihúzom a gyufát, baszki. Mondjad már meg, mi a passzom van beled? Ne veszekedjetek már, ezek az utolsó óráim valószínűleg. Jó, már te szomorodjál meg. Én sajnálok barátném, de azért túlzásokban is. Legalább játszátok el, egy szíves, hogy szeretjük egymást. Jó, mert dugulj már, figyelj csak ide, most te meg itt előadod a nagy barátnőt, azt állandóan szapulod szegényt. Most meg nagy barátnő. Dehogy szapulom, te miről beszélsz? Hát dehogy nem. Állandóan kibeszél a hátad mögött, csak mondod. Inkább nem is szólok hozzád, mert azt se érdemled meg. Olyan gondolsz, nem? Te nevezhetetetek. Az Anna néni, attól is szomorú ilyes. Mm-hmm. Figyelj csak, hogy egy táncot, vagy egy verset, vagy valamivel szórakoztassod már nagy érdeműt. Hát az utolsó perceit éri ez a lerúgott babettapék. Valamit mutass neki. Na, az kibeszélt csúnyáról. Hát én legalább előtte. Szóval, egy verset mondol neki? Nagyon jó társaság. Táncsos, te itt, Anna néni. Nem sporolok az energiával, de téged megtapsollak. Fájad volt. Nagyon fájnak, kérem, látod? Be van izéve. Bocsánat, ez a tapsolás is kimerített. Jó, ez nagyon szép volt. És a következő egy ének szeretném, hogy legyen most. Jaj. Lirike. Jó, te mit énekeljed, apa? Faszom tudja, hát amit szeretsz. Amit hallottál valamit a rádióban mostanában, vagy ilyesmi? A süsfelnapot énekeld el, kérlek. De ne a süsfelnapot, bazd meg. Rám már nem süt a nap sem. Hát, most már még igen. De azért jó megereszkedtek a csöcseit. Hát a süsfelnapot, azt tudom. Barnabás, kösz szépen. Süsfelnap, fényes nap, tejtet aljat a judaimet fadnak. Erre egy minimál mixet kéne csinálni. Szép napokat. Sziasztok, hoztam egy vendéget. Szevasztok, piaim. Nem bánjátok. Jó napokat! Kiskezi csókolom, doktornő. Szép napokat! Maga honnan ölközött? A kukába? Hát ölközött. Nem mondod, te öltöztél a turkálóba, vagy nem tudom. Jó, ha hallgass pedig, hát rajtad mi van? 6 négyzetméter ruha. Ezt te magyarázod. Végül is, azért nézzük már meg. Itt a csizma, a rózsaszín, narancsárga, fehér, kék, minden van ezen. Lassan igazi úgy fog kinézni, színek. Mint egy kibaszott papagáj. Én hallgatom, de ő még károlálnak. Figyelj, kisasszony, ne tessék magára venni, mind benyalnánk magának meleg szorig. Gyere már, Johnny, egy kicsit váltson már. Ja, bocsánat, nem ezt akartam mondani. Rózita, addig meg ezért nem enni. Nem, figyelj, ne hallgasson ezekre a rohadt pakarékokra, irigyek magára, tudják? Anna néni. Irigyek. Rendben, uram. Gyere már egy kicsit. Igen. A néni kolosz, ne beszélges vele. Mi a passz van? Képzeld, de ott a kórházba félrehívtam itt a doktornőt. Igen. Mondtam, hogy van egy két problémám, hogy tudod, akad egy kicsit a ezért. Dénes közt 2005. A féket nézem, és olyan tehetségesen csinálta, elhívtam randizni. Azt mondta, hogy nincs estére programja, eljött velem. A reflexből ráköpött, mi az a kurva? Látszik rajta, bazd meg. Igen. Ez berántja pélkézzel ott a minőséget. Megmondom az igazat nekem. Gyakorlatnak tűnik. Dénes közt szépen. Nem tudom, hogy az jó vagy rossz. Hét dodot. Rendben. Hát figyelj, kurvából lesz a legjobb feleség, azt mondják. Ezt én is hallottam már, ezt a mondást, szerinted igaz? Nem tudom, bazd meg. Lehet, hogy némi nemi betegséget is begyűjtesz, hát, azt immunrendszeredre is jóval. Majdnem feleségül vetted. Érted? Mi az, hogy majdnem? Soha nem akartam feleségül venni azt a verebet. A passzomat nyomjam a fülébe. Miről lesz? Mi van lesz a póba? Ez nem igaz. Hát én még csak... Milyen hát másik igen, hölgyet? Az igen. Nem egy másik hölgy volt, unokatestvére volt. Mit kell magyarázni? Így van, az a unokatestvérem volt. Aha. De bocsánat, jártél arra, amit mondom. Ki van leszopó? Mi volt itt? Leszopó? Drogos. Na hát, egy pár hónapja szoktam le. Mirű? Remélem, nem akarsz. A crackről, a hernyúról. Az nem baj. Az korraj. Kurva jó, hogy így a doktorom. Nagyon jó, hogy ő az agysebb. Van valami cuccod? Hát így műtöttem az agyakat, igaz? Nagyon jó. Így értek hozzá leginkább. A néni azt mondta, vadinátok műtött. Figyeljetek, üssetek össze a passzomba. Azért, mert gyertek ki a tetőre, bazd meg. Szépséghibái voltak a... Jó, de a jó kűműves is ilyen, nem? Hogy ezért ne megy egyenesen a falra, még nincs egy ezért. Persze, hol se tanulni. Így van, meg a pap tanulni. Nem mindegy, hogy most agyad műtesz, vagy házat építesz. Hallod, jó kezekben vagy, én már kezébe adtam, nagyon jó helyen. Köszönöm, én nem szeretném.
Nagyon jó kezekben. Egy-két nap múlva meg is érkeznek szerintem a leletek, hogy jó, inkább maga el se olvassam. Nem beszélhetek. Perci, köszön 400. Nem kell, hogy kezeljen. Azt mondják, hogy kurvából nem lesz szalonna. Nem tudom, hát szalonnából se kurva. Hát ez igaz. Wow. Igen, mondjad, kicsi Lili. Nem, apa azt akarta énekeljen, de nem énekeltem el a csúnyezet, amit mondtál. Most ezt akarja takarítanom melyik kell. Milyen szorgosan takarít. Milyen csúnyezet? Bocsánat, maga nem tud. Tudod, hogy nagyon aggódok miattad. Hát szeretném, hogyha tudod, hogyha nem sok időd van hátra, azért ingeimet kivasolni, légy szíj. Kivasolom, persze. Ezt nem adtam, hogy fentetek az óvodába. Szeretlek, de most csókolj meg. Elnézést, kisasszony, valamiért a hallásom tönkre ment. Csókolj meg! Merjön egy picit? Egy pillanat. A hallókészüleket is szerintem. Jó, mackó, legyen szíves arrébálni, hadd élvezzük a pillanatot. Merjön egy picit, ne tessük visszajönni, mert valamit pont mondani akart nekem ez a kisasszony. Figyelj csak ide, kisasszony. Én látom magának terpesztésében magának, hogy maga már lepujázott egyszer. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Hát azt láttam, hogy már kinyomott valamit az a csúcs. Nem is emlékszem. Szerintem, hát az a baj, hogy szenilis vagyok. Aha, szenilis? És igen. Hát drogos komoly, volt. Komoly problémáim vannak már egy ideje. Aha, és még? Milyen? Hát, mondjuk, más nem tudom, nem tudok. Való végül is. Jó, most sajnos most hozzádíli. Megfordítalak, mackokám, és megcsokollak. Figyelj csak, várj meg picit. Ez az erőszak. Hát igen. Az ágyban is ilyen a hölgy. Hát nem lehet vele bírni. Magának ahhoz mi köze? Lehet leszbikus. Orvos. És akkor mi van? Mit érdekli a pinnám a vizsgálatokon kívül? Hát csak olyan már meg magát, kisasszony, tudja, hogy mi a különbséget ér. Hát adj... uram, kérem. Hát most mi van abban? Most ebben se semmi érzelem mentesen. Csókodj meg, előveszek egy konyhakést, azt a tüdődik fölvágom. Csókodj meg, gyerünk. Szerintem ezt... Okától tokáig, anyukám! Én nagyon félek a hölgytől, nehogy felvágjon keresztbe, aztán kirakjon a templom tetejére, hogy... Tamás, kösz szépen. Keresztre feszít. Hogy... Igen, kereszt, mint Jézus keresztre feszít, kiszegeli a kezem. Azok viszitek akkor a körbe, majd a 200-as szög most láttam. Várjál már, el kéne mennem egy kicsit. Itt hagyhatom a izét, tudom. Sokat neveztettem. Hogyne. Az a helyzet, hogy itt nagyon jó helyen leszel. Johnny barátomban teljesen megbízok. Így van. Érted? Az életemet is rámérném bízni. Barnabás, kösz szépen. Úgyhogy itt hagylak vele egy kicsit meg ezzel a két hölgyel. Elintézek valamit és jövök, jó? Nem jó, figyelj, gyere, nem, menjünk. Jézus, Jézus, te keresztre, persze. Figyeljtek már most, mi kenyeret fogtok kenni, vagy miért vettétek elő a kést? Szűz Tedd már le, Rózi, azt tényleg a kés, mert még a végén nem basszom az anyákat. Kenyeret akartam vágni. És előve, kicsapja a szemét. Kivilágít. Az a baj, hogy itt ki van izébe, itt kiégett az izzó. Szóval kenni kell a kenyeret, akkor zseblámpával szoktunk világítani itt. Ez az igazság. Amikor elmegy az áram? Itt a konyhában nincsen. Megmutatom, hol a WC, látom, hogy szükségleteit ki kéne szarnod elégíteni. Kell, kisányom. Poslod kell? Ott. Jobbra, az, bemensz, a jobbra, az. Rendben. Hagyd magára a kis hölgyet, légy szíves, köszönöm. Figyelj már, Lilike. Két kis barátod, fiú, itt van az óvodában, itt vannak lent. Ide! Igen. Kukucska itt a... Ja, semmi elnézés, pont azt néztem, hogy figyelj... Sajnálom, de éppen a... Láttam itt, a pidáját nem magának. Nem szeretek, ezt nem akartam. Hova futott a Lilike? Most ez hogy? Ez figyelj, csak akkora, mint egy kutyafüle. Hát mik hát igen, lóbálom, harangozok oda rám, tárcsás füle. Mint a lónyel, böcsém, hogy kilóg, hát. Nem szögyelette magadat? Hát mit történt? Ez a baj, hogy... Igen? Míg te a hölgyel foglalkozol, a kislányodnak rózsát hoznak és udvarolnak neki. Melyik van? Sajnos sorban? Még. De maradjál csak a hölgyel, maradjál csak! Jó napot kívánok, tiszteletem! Uram! Várjon egy pillanatot! Megjöttem! Hoppá, uram, kérem! Jól van, jól van! Ti mi a passzomat csináltok itt, kis buzi? Szevasztok! Sziasztok! Ne tett hozzám ezt a szép piárgocskát! Sajnálom, de hogy meg kell vizsgálja! Na most, ha hozzá én a szerelem, akkor tényleg lefogom! Befogjátok a pompátokat, mert a cukrom ezer! Mit csináltok itt, kis köcsögök? Pusztuljatok ide! Lili, gyere ide! Gyere ide, Lili! Hosszú piárgocka, így helyiség nyomnak! Menjél föl a szobádba, mert most már pőmegy a cukrom. Erigyél pőpele. Istenem, de cukik, Lili, vedd el a rózsát. Szevasztok, mi újság? Vedd el nyugodt a rózsáidat. Csak az enyémet vedd el. Enyémet! Nem, a csövét ne vedd el.
gyere csak, Lili. Ne vegyelj! Lili, gyere ide! Na, figyelj csak, először is nekem fogad szót, ezeknek a hormonzavaros, retkes, klimaxoló, dagadt kurváknak nem. Mész fel a szobádba most, jó? És ezeket még egyszer meg ne lássam, amit ma szart is kiberem belőlük! De apa! Igen? Jó, meg most figyelj csak, majd én szedek neked virágot, ezek ilyen szaros virágok. Tudod? Nagyon veszélyes a fiúk kabarátkozni. Össze van szarva, tiszta rákész a gyomrukat. Most meg fogom őket beszélni, jó? Hogy megy csak a szobádba? Nem, ő az én pályocskám. Na, figyeljetek ide, ne bugjatok kis köcsögöt. Összeköcsöm a cipőfűzőt. Fejezzétek be. Na, eridjetek haza a faszomba, aztán meg ne láss valakit titeket még egyszer. Haza őket? Figyelj, a kurva anyádat már! Eridj innen! Köszönöm a viádot! Lilika, mit mondtam neked? Te fejezd be most már, közben popázás. Nyugodtan vedd el, az egyiket és a másikat. Mit szólsz bele a nevelésembe? Perci, kösz szépen. Köszönöm. A másikat felviszem neked, Lilió. Köszönöm. Na gyertek csak gyerekek, és gyertek, beszöktöktök a fagyit. Egy nap, teljesen jíjom helyszegnő, én meg Tomáska helyszeg. Figyelj csak. Én meg Timi helyszeg. Mindjárt búbom baszlak. Nem, most a tényleg fejezd be. Helyszeg. Jó? Teljesen az udvari bolondunk. Milyen udvari bolond? Nézzetek itt a helyszeg. Nem, te fogod dobálni a kis bolyik gyabdákat. Én a vöröset választanám. Lilike, figyelj csak, gyere légy szíves. Nem fogsz minket sólyakoskatni. Miért legközel a páddal? Mondd el, légy szíves. Azt mondtam, hogy mész a szobába, akkor meg minek mész oda elvenni a rózsát tőlük? Ha? Én jobban sejtem. Csak a viágot sejtem, bolyna. Mehet, menjen. Tembedek máj. Gyere, Lili. Figyeljetek csak! De te buta vagy. Mi a passz képzeltek? Mi a passz képzeltek magatokról, hogy ide jöttök, azt játszatok a kis csököt passzotokat? Itt játszottunk, itt jakunk a könnyeken és bejöttünk. Na jobban pusztuljatok el innen, itt meg elfelejtsétek, világos? Mert orgyergebb basszak. De hát ő azért helyszegnőm. Még egyszer mondom neked. Jó, van dugulj el, jó? Chipmunks. Nem, ő a legeslegszebb. Én nagyon-nagyon-nagyon szép. Aranyosok amúgy. Mert húzom a tájadat is, összejúgom a bukádat, azt teljesen. Képem a hajadat! Fejezd be, ne merekedjél, megmondtam, pusztuljatok innen! Még egyszer nem szólok! Azt már megérdemeltette, kis gonyosdják! Perci, köszépen a 400-at! Srácok, ki van rögzítve egy link? Kérlek, hogy kövessétek be. Van egy jótékonysági fogadásunk a Trolli Magyarországgal, és 1500 követő hiányzik nekik a 15000-hez, vagyis már csak 1003. Ha megvan nekik a 15000 követő, egy pillanat türelmet, bocsánat, egy másodpercet kérnék, mert nagyon rosszul vagyok, beszúrt az oldalam most. Mindjárt meg kit nyújtózok egyet, jó? Szóval, ha megvan a 15000 követő, akkor biztosítanak számunkra 100 kg-ot a termékeikből, ez a szemgolyó, gumicukor, stb. Ezt hozzá fogunk csapni készpénzt, és eljutatjuk a világ szép alapítványnak, meg ilyenek. Viszont fontos, hogy meglegyen a 15000 követő, amihez mennyi kell? 1300? Igen, 1300 híja van. Szóval, kövessétek be, ha tehetitek, srácok. Ingyen van, gyerekek meg fognak örülni gumicukornak. Itt kezű csókolom, kis kezű, jó napot kívánok! Kedvesem! Jó lesz a mackód mellett? Igen! Jó. Na mi a helyzet? De most apa bántotta az a virágot, beleraktuk a vázába. Mi a baj, Lilike? Micsoda? Beraktuk a virágot a vázába, te apa. Igen? Azt mondta, hogy nem takarítunk. Azt mondták, hogy az abjakból járták, hogy
Bajtosztagyat a maszkáig. Dehogyis, hát úgy ismersz engem. Egy ártatlan, csodálatos férfi vagyok. Azt mondta az a... Nyíl köszön 400-at. Apu! Ha kész van, akkor segít nekem, ne bánsz, hogy olyan aranyos tetszett. Figyelj csak, Lilike! A szart is ki fogom verni belőlük, ha puszilkatnak. Mackókám, megjöttek a szüleim! Micsoda? Igen. Egyíted őket ide? Kiskezű csókolom. Ha-ha! Jó napot kívánok! Anyukámmal még nem találkoztál, ő igaz, hogy ő csak a mostoha anyukám, de... Figyelj csak! Én azt el tudnék képzelni, egy közös program volt a mamában, meg beled. Jobban megismerjük egymást. Én úgy el tudnám képzelni. Mit? Hát egy közös programot, hogy jobban megismerjük egymást, bazassuk. Már nem lesz rá idő. De még van gyorsan. El kell mondanom valamit. Így van, Lucy terhes. Terhes, gyereket párunk. Nem vagyok, így van. Bár terhes lennék. Ez igaz. Bár terhes lennék, gyertek. Négyes ikrekkel. Abban, hogy legyen, ne takarod, foglalkozzanak, azt csak takarod. Most az a helyzet van, hogy fogjátok be egymás száját, közben, vagy csönd legyen. A szüleimmel kell beszélnem, jó? Aztán terítő. Apa, anya, üljetek le. Jó lenne, hogyha a barátnémet és rendő barátnémet nem sértegetnéd. 1200-ra van szükség. Akkor vidd el azt tömbbe a száját, jó? Leülnél, drágám. Kockás asztal terítő. Azt csinálsz, amit akarok, haldoklom. Jó. Ez még nem tudjuk Isten. Biztosra. Ez rabb, mint a menstruáció. Erős feltételezés. Jó? Anyu, apu, halálos betegségem van. Ez így van. Micsoda? Így van. Igen. Meg fog pusztulni. Micsoda? Napjaim vannak hátra. Mama. Most jöttem ki a kórházból, hazaengedtek, amíg biztosan meg Mama. Nem lesz az eredmény. Stepmother, nem ölel meg itt a szomorúságban. Vigasztaljon már meg, kezdj csókolni. Hát magát ölengesz a gömbillám, kedvesem. Mit, miért halsz meg, Lucy? Azért, mert gömbvillámok jönnek, azt megölelik. Ami megint, így is mi az, hogy ilyen megint? Is. Látod? Én azt mondtam neked, hogy apunál is mindig ő kavar be amúgy. Mindig hazudott róla. Az egy szobocskos szemétláda. Hát látszik, hogy nézd meg a orvos, hígyba. Miért? Jó, elmegyünk egy másik orvoshoz. Nincsen másik. Ki volt az orvos, aki vizsgál? Elmegyünk egy másik orvoshoz. Az biztos. Itt ez a diva diktátor, ez a csoda? Na, ide figyelje, attól magának nincs divatérzéke, mert a szürkét, meg a barnát, meg a feketét szépen. Ismeri, itt kiismerül, nem kell másikat megszólni, hölgyem. Hát azért, mert kirakott a papagáját. Megkaphattam a kis figyelmet, amíg diplomája élek. Van. Amíg még élek, figyelnétek. Hogy te pinájából itt tárogat, azt hiszi, hogy mi van? Erigyen pőpel a kanapémről, mert oda baszok egyet, jó? Az a lényeg, hogy ott van. Lili, gyere csak, menjünk be a szobába, jó? Jó. Meg az asztalterítő. Ők mondták, hogy haldoklom. De hazaengedtek két napra, úgyhogy két napon még van. Maga mióta orvos? Talán fiatalabb is, mint azt az én lányom. Pár hónapja már nem is krekkezik. Tanult dallasz. Hát... Megyünk egy másik orvoshoz. Ilyen kezdő ő egy orvos. Nagyon jó orvos. Én három diplomát végeztem. Jó, én szeretném ezt a vitát, bocsánat. De nem orvos. Elnézést. Én úgy érzem, mintha ez rasszizmus lenne. Így van. Rasszizmus, mert azért, mert... Bocsánat. Elnézést kérek, hogy közben bármi lehet, de nem vagy rutinus orvos. Egyébként, hogy pumpálgat, meg szívogat, meg... Hát azért, mert azt mondta itt az úr. Nem átalakító műtétek, várjál már azt a szerítő. A kurva életben vár, hát fejezzétek már be, baszd meg! Hogy ilyen nem átalakító műtétet csinál, utána meg azt mondta, hogy neki fogja pumpálgatni, nem tudom, mivel a pumpálni való. Én azt látom, hogy itt egy súlyos konfliktus helyzet és feszültség van a hölgyek között. Azt gondolom, ezt kell elsősorban rendezni. A javaslatom most itt, hogy egy és mindörökre véget érjen ez a nem, fejezze be, legyen szíves. Ezt ki engedte ide be? Szóval ezek a ellentétek megszűnjenek, és pölódjuk ezeket a csomókat. Egy pina szépségversenyt javaslok. Kiválasztjuk mi férfiak, hogy ki a győztes, és ő fog nyerni! És soha többet, mint egy alfanőstény szerepét fogja betölteni, és a többiek elfogadják ezt. Nem tudom, hogy hölgyek benne vannak? Szerintem is. Én támogatom. Így le lehet zárni ezt a esetleg. Mindenki megmutassa a pináját. Köszönöm, hogy az utolsó napjaim nem figyeltek rám, és nem lehetek én a legszebb pina. Édesem, te vagy, minden egyes nap te vagy kedvesem a legszebb, ez a hölgy. Bemutatkozz, ne haragudjon. Az asztalterítőt használja. Én hölgyem. Dr. Elizabeth vagyok. Barb.
De csak Beth. Nem hiszem el. Lucy, gyere, Elizabeth igazod? Ronaldónak igen? Hívják. Brazil. Na, a Pina szépségverseny behet? Igen, hát Ronaldo a... Amúgy meg nem az öltözködés a lényeg, bazd meg. Akkor el tudod intézni, hogy lehet, hogy te pasztis szalvétába fogod, de ez meg benyeli gyomorig. Érted? Az ki vagy öltözve, mint Szaros Pista neve napján. Hát igen. Ez a baja itt a hölgynek. Ne arra ugye magad, hogy hívják nyom az asszony, már elfelejtsd. Szopó Fantom. Szeretném akkor... Ja, nem? Azt mondta, hogy ilyen kukikat pumpál. Szerintem a magának mi van ott a nyakában, kérem trekkezik szépen. Már pár hónapja, de nem egy ilyen kötött nyakkendő, mint ami az ennélyében, az a helyzet. Rendben, ez egy ilyen fényes medálnapú. Ez egy Chanel sál amúgy, no. Ami a hölgynek a nyakában van. Készen állunk? Ráment a havi fizetésem. Tényleg, a kokain az orrába esetlen. Jó keres a hölgy. Nem kell, hogy sorogosodjon a fizetése miatt, hogy nem egy lerúgott rendőr, mint maga. Ja, jó, most még mindig nem oldódnak a feszültségek. Pina piramis, vagy Pina szépségversenyről? Mi a véleményetek? Hát igen. Én ezt nem bírom, bazd meg. Széttisztak idegileg. Hát én sem. Amit akarok, igaz, kedves uram. Most éjszaka dolgok. Mit csoda? Látod, Johnny, ilyenek ezek a nők. Mi a helyzet? Kérem. Égi beszélünk. Szia, Mackókám, szeretlek. Jó, figyelj. Azt sem tudom, ki mit beszél, hogy berjem a szátokba. Gyere velünk kifelé, gyere légy. A passzomat berjem bele. Szia, anyu. Asztalterítő. Szevasztó. Elizabeth. Keci, nem mi hallok semmit amúgy. Kedvesem, lehetett van a konyharuha is a neve ennek a bánatnak. Jó, van most mit per ki arra, hogy azért, mert te 100 éves vagy, ő meg 15? Ó, hagytad azt a retardált barátodat, szólj már neki, hogy jöjjön az is. Jó, van, ja, majd ja, Jim Bean. Szólj már a barátodnak, hogy jöjjön. Jön az mindjárt, csak lehet szólni. Nyugodtan beszéljetek, akkor szólok én neki. Jim Bean úr, tudna jönni esetleg a... Most mi a passz van? Jack Daniels vagyok. Szedben már, bazd meg. Hát Geci, kikészítőnek ezek a kurvák. Igen? Engem is egyébként, de ha a lányom tényleg beteg, akkor itt kőkőben nem marad, hogy gyere tordált hülye orvosokhoz viszitek. Na figyelj ide! Beszéltük, hogy segítünk abban, hogy a bizonyítékot el tud tüntetni a laboratóriumból. Igen? Itt van ez az autó. Ez az egyik laboratóriumban dolgozó orvosnak az autója. Éppen elmegy nyaralni, az autója meg a rendőrkapitányságon parkol, mert a garázsát felújítják, mindegy, nem kell ezzel foglalkozni. A lényeg, hogy ennek az autónak a rendszáma bent van ott a biztonsági szolgálatnál, tehát felismerik. Ezen kívül szükség lesz majd a belépőkártyára, be tudjatok menni. Az az én belépőkártyám, oda tettem a kesztyűtartóba. Jegyezd meg, Corbin Dallas. De az is van ráírva, jó? Tehát ha kérdezik, Corbin Dallas. Teljesen alkalmatlan, buta, paraszt biztonsági szolgálat van ott, csak úgy, mint nagyjából minden állami szervnél, úgyhogy kurvára finkfogalma nem lesz, hogy én ki vagyok, meg te ki vagy, meg az autóval sem fog foglalkozni. Egy a lényeg, meg fogja nézni a rendszámot, az benn van a rendszerben. A belépőkártya pedig ott van a kesztyűtartóba, azzal be tudtok menni. Egy a lényeg, keres valami orvosi ruhát mindenképpen, jó? Hogy ne legyél feltűnő a folyosón, amikor mászkálsz, te meg vegyél föl egy takarító ruhát. Most miért vagyok a takarító? Akkor, azért ebben meg nem bírlak titeket, ez biztos, Johnnyval sem fogjuk egymást örökben fogadni, de abban megegyezhetünk, hogy nem te vagy az éleskésebbe a fiók. Igen, ez igaz, de lebeg tudok állni a parkolóba, és nem elé állok Johnny, a kurva most ebbe igazam van, igaz? Így van, geci hülye vagy sajnos. Köszönjük szépen. Jó, szóval vegyél fel egy takarító ruhát, hát neked való lesz. Johnny, te pedig vegyél fel egy orvos ruhát, jó? És akkor a belépő kártyával megy szépen. Jó, akkor a nevem mostantól kezdve Görbe Pallas. Nekem az is jó, úgy hívod magad, ahogy Görbe akarod, leszarom. Pallas. A lényeg az, hogy jussatok be, és szerezzétek meg a DNS mintát, és utána szépen lépjetek le ezzel az autóval, ne siessetek, ne száguldozzatok. Elikös szépen! Teljesen feltűnés. Természetesen feltűnés nélkül. Mintha valóban ott dolgoznátok, mintha valóban az a te autód lenne. Világos? Dallas úr a legjobb emberekhez fordult, itt ennek van. Mi vagyunk a mesterei. A második, az első elvazó nevünk intéző. Nem, de mivel megegyeztünk, probléma megoldó. Nekem az a másik nevem. Jack megoldó. Így van. Jó. Akkor ez így rendben van, így igaz? Így van, megoldó Jack. Nagyon jó. Van. Srácok, hajrá, mi nem találkoztunk, le is léptünk. Jó, bocsánat, elnézést, hogy így még... Remélem reggel nem leszel itt, jövök a lányom, én reggel viszem orvos. Jó, csak annyit kérnék, hogy egy üzemanyagra valót kérhetnénk. Tele van a tank.
Megadattuk az passzop orvosnak a lányodért, az összes vagyonunkat bazd meg. Majd azt én viszem. Érted? Ki fogja ezt visszaadni? Sarlatán gecikhez vittük azt a kurvát. Majd én elviszem egy rutinos orvos. Jó rendben. További szép estét, Viszlát. Uram, sok sikert. Viszlát. Egy pillanat is jövök, kedvesem. Hát mi van már megint? Tessék, parancs. Ezt ide csúsztam. Ne kurválkodj, fejezd be. Induljunk el, azt mondtam. Gyerünk. Begyúlok a szoknyája le. Köszönöm. Na hát, oda látszik nézsem. Ki a főnek. Begyúltam a lyukába, szagold meg. Érzed? Ez mi? Szétbasszám ezt a stop kurvát. Figyelj, na, figyelj. Figyelj csak. Mit mondod, hogy takarítom meg volt. Görbe fallasz, igen? Görbe fallasz, azt megígyeztem én is. Na, tavaly Halloweenról maradt itt jelmez a szekrényben. Emlékszem rá, gyere menjünk, vegyük fel. Az milyen jelmezdik? Hát van egy orvos, teletabis egy kezes lábas. Én teletabbi akarok lenni. Azt szerintem nincs, de meg nézzük meg. Optimus Prime. És ahogy fölállok, passzom kidőn a slipszen keresztül. De annak a fejükön van, nem? Hát igen, de hogy... Mi ez a teletabbi egyáltalán? Jó van, fogd már be a popádat. Szevasszok, mi a helyzet? Gyere, még mindig izé, nőstény kettek? Menjék, menjél be azért, mert depiznek, meg csinálják ezt a hormonzavaros viselkedést. Várjál, valahol itt van. Srácok, kövessétek be, kérlek benneteket a jó cél érdekében. Da, nézd csak! Az jó lesz szerinted takarítóna? Hát azért, te erre születtél te. Na, várjál, neked meg odaadom ezt. Itt van, nézd csak! Vedd fel ezt a jelmezt! Ezt itt van, tessék! Köszönöm! Bújjál bele! Várjál, hogy kell? Ja. Azt a mindenit. Nézd, az igen. De jól áll, nagyon fes fiatal ember vagy jó benne. Napot kívánok! Hálapénzt elfogadunk, már most. Így van, ez az zseb, amivel beszélni kell, ugye? Elnézést, kollégida, megvizsgálhattál magát? Kezi csókolom. Maga kicsoda, mintha 20 évet megfiatalodott volna. Hát én úgy meghajtanám magát, hajna a villan, recsegne, ropogna, a szaros patyogna. Nem akarlak sietetni, de bocsánat. Dolgunk van. Gyerünk. Próbáltak még nem megölni egymást, ezért majd jövök, sietek vissza hozzá. Dr. Long, Yucat Kong. Na nyomjuk, mit mondott a izé? Kórhely Ballasz? Faszom tudja, hogy hova kell menni. Vezet, buzi? Mert hogy ne vezetnék? Tudod lenni a pilóta vagy a az vagy egy pilóta, egy keksz vagy. Figyelj csak! Na nézzél be a izébe. Azt mondta, hogy a kesztyűtartóban van a belépőkártya. Nem tudom kinyitni, nem tudok olvasni, vedd már ki. Kára kell gondolni, tudod? Igen. Azt a K-val kell megnyitni a kesztyűtartót. Van ott valami? Hát van, igen. Mi? Egy kártya, bazd meg. Neked is és nekem is. Na jó van akkor. Figyelj! Human Labs, menjünk be. Ez... Covidos vagy? Igen. Micsoda? Covidos vagy? Mi ez a Covid? Most mondtam el, bazd meg ma. Te süket vagy mi a passzom? Jaj, tudom, emlékszem rá. Nem, azt nem láttam ilyet a National Geographic-on. Hát csak a csúnya emberek kapják el, tudod? Hát azért nem kaptam el. Várjál még. Lehet, hogy lappang. Na, nem hiszem. Figyelj csak, ez a hippie kurva, ez tényleg idegesítő egy kicsit. Azt mondod, hogy ez jó. Játssza a lyukát, meg minden, a spinát meg nem villant. Szűz kurvátkodik, érted? Na hát tudod? Azt mondja, meglátjuk. Állítom neked. Na, kíváncsi vagyok pedig rá nagyon, nem a pináljára. De... Ja, igen. De, igen? Ma, hát figyelj. Ez ki fog derülni, hogyha ez az idióta nem bízott volna meg most ezzel a izével. Figyelj csak, ezzel a feladattal, akkor már érted. Te szereted a gumicukrot? Persze. Ezt mindenki szereti. Uh-huh. Tudod, még a kedvencem ez a málnás, ilyen málna alakja van. Málna, szeder. Uh-huh. Azt nagyon szeretem, azt a gumicukrot. Passzal mindent lever? Persze, vettem ma a benzinkúton. Na ezt szeretem. Faszt? Nem, azt neked meghagyom. Tudom, hogy te kedveled. 1100k, srácok, 1001. Nyomjátok! Itt vagyunk 4000-en. Tudod, hol kell menni, vagy lehajtani? Na honnan a passzomból tudja? Hát azt hittem, hogy mindent én tudja. Igen. Én ezt szeretném. Énekelj már nekem valamit.
nem tudok énekelni amúgy. Akkor én valami táncolni tudok csak. Hát nekem az is jó. Srácok, itt vagytok a cseten? Írjatok be egyet. Vagy valamit. Hát mi van ezzel a csettel? Ki van halvadik? Hát mi van veletek? Lóg a beletek? Mindenki elcsillezget, nézi az izé. Te nem énekelsz, amit a kapcsolsz rádiót? Vagy... Á, nem csendbe lesz. Fog, hogy énekeljünk, ezért. McDonald's a farmja volt. Írjad már be, hogy egyes. Na, vagy 8 centi elég. Vagy valami. Miért? Gondoltam valamire, mi az. Kérdezzél. Szereted-e még a cigán muzsikát? Figyelj be ide. Igen? Ha megkérnélek téged, de most tegyük be, hogy bekövessél valamit. Érted? Bekövessek valamit. Igen. Hát egy alternatív univerzumba bekövetnéd? Ja. Bekövettem már. Ugye? Na látod, milyen rendes vagy? Én azonnal bekövettem. Legközelebb találkozunk. Olyan szőrös pagyit adok a két gombolcosat neked. Hogy mindent főzöm. Imádom. Bekövettem, igen, mert nem vagyok homokos, tudod. Nagyon rendes vagy, nagyon rendes. Én az ilyen oldalakat mindig bekövetem. Nagyon szerettem a gumicukrot is. A pinát is. Perci, Alex, kösz szépen. És azt mondtam, buz is nem bekövetni. Nagyon jó, köszönöm. Hát legyetek olyanok, mint Jack, aki most Jack és nem jobb kéz. Erre kell jönni, ugye? Errefelé jó megyek. Ti honnan tudjam, bazd meg? Hát neked magyarázott az a kurva valamit. Miért te figyeltél rá? Én megfogtam én a pináját. Én azt hittem, hogy neked magyaráz. Nem, én nem, én a azért pináját. Azért mutattad az ujjadat, igen, elég halszaga volt. Szítem be a levegőt, hogy hátra még elkapom belőle smukkot, tudod? Eni, kösz szépen a 200-at. Még szagold meg, még mindig érzed. Az ujjamat? Hogy ne. Hű, apám, na, jó, izé. Savanyú káposzta. Kiveszem az izét. Jó, várj, a belépő kártyán. Itt van a cata, körbe fal. Nem, nem hiszem, hogy azt mondta. Várjál. Tehát nézd meg, mi van a kártyára írva. Várjál. Szép jó estét. Uram. Jó napot, pörök! Tiszteletem, jó napot, uram. Mi a helyzet? Szép napot. Hogy vannak, uram? Mindenkorra jöttünk be, mert ez a csöves geci visszahívott minket. Mondtuk, elmegyünk nyugdíjba pihenni, minden azt mondta, nem, mert csicskításokba vagyunk, mert szopja föl az órabért a merébbarc. Mondom neki, mi van gitárnyakú geci, nem hagysz minket békén nyaralni? Azt mondta, hogy ha nem jövök be, egy berset fogok szabalni. Mondom, a rákot gyomrom, pusztulat tegye ki a nyakadat, a kurva anyádat, így mondtam neki a telefonba, érted? Ez a buzi, tudod mit csinált, rám nyomta? Uraim, a baszomat nyomjam bele! Kurva anyját az ilyennek! Uraim, két belépő kártyát oda tudni adni? Ja, persze. Ja, mert hogyne, adom. 639? Így van. Adom is, parancsoljon. Én vagyok ő. Itt a társam, meg ő. Így én van. Vagyok Pest, ő meg Buda. Vagy így ő van. Buda, én meg Pest. Corbin Dallas vagyok személyesen. Az. Rendben itt. Jó napot. A kártyát. Átadom magának. Tajszámát mondja már, legyen szíves. 639-es a kedvenc. Tessék parancsolni. Hogy hívják magát? Nem. Elnézés. Mondja már meg a keresztnevét. Tommy. Tommy. Hú, ez igaz, hogy mekkora hatásszület volt. Még a szar is vigyázva állt bennem. Azt a kúr meg. Figyelj csak, Tamás. Szopjam be azt a kis csülkös passzodat. Erisz már be minket, mert szétbasz az ideg. Tudod, úgy kell postom már, mint az állat. Ide fosok be. A rendszámot is. Mód, köszönöm a 400-at. Figyelj, amikor azt mondta a Dallas, hogy ezek hülyék amúgy a kidolgozott, nem lódított azért, nem dobtam eszére. Bazd meg, én az érettségén nem gondolkoztam ennyit, azt csak a nevit kérdeztük meg. Figyelj csak, Tomikám, nagyon jó vagy, köszi. Mehetünk, mert tényleg beposok. Nagyon jól végzed a munkádat. Valami francia salátát ettem, szalmonella volt benne. Ellenőriztem. Ha igaz, mi stimmel minden. Még ide lehajolok, megnézem a rendszámot. Tehát mit csinál, addig belefúj a kipufogó, vagy nem akkor szos, vagy mi? Megnézem itt a rendszámot, lentben leolvasom. A csomagtartót nézd, aki remélem nincs benne két halott kurva. Jó. Köszönjük rendben. Szépen, Tamás vissza úr. És nyújtom a kártyánkat. 878. Adja ide mind a kettőt, elveszem, ne bubizik. Ja, ez a kis csicskásom itt, jó napot, ez a kis padavanom. Ja, takarító vagyok. Így van. Köszönjük, viszlát, pőnök. Viszlát. Szia, Tomi! Nyílik a sarompó? Persze. Nyílik. Nem látom. Tomikám, segítsél már neki be valami. Fel van nyitva itt. Köszi, Tomikám. Szevasz, fiam. Ja, tényleg.
te ostoba geci. Hát ez se az a szél fogják el. Azt a vidős kurva eget. Hát az anyja csak azért tartotta meg, hogy kitámasztja vele a spejzajtót, bazd meg. Hát annyi eszembe, hogy emlékeztetni kell magát, hogy lélegezzen. Lehet. Szólni kell neki. Elég össz szépen. Nem akarok sétálni, bazd meg, beállok a kapuba. Hát ha menekülni kell, érted. Amúgy is passzomnak van kedve. De mit mondtak, hol van? Eddig jutottam, bazd meg, elfelejtettem a többit. Nem figyeltél? Hát hogy ne figyeltem volna, de olyan pinaszak teljesen hipnózisba ejtett, geci. Gyere. Elmondta, hogy hol van ez a szar? Azt mondta, hogy itt van. Hát oké, bazd meg, de... Gábor, kösz szépen. Rájön közel hozzám, akkor nem nyílik ki. Közeli helyeken. Gábor, kösz szépen a 2000. De jól énekem, gondolsz, hogy énekesnek állsz? Elénekek neked egy dalt? No. Melyiket szeretnéd hallani? Egy érzelmeset? Te gyere, bent énekel, de ami romantikus. Menj már arrébb a kapuból, mert nem nyílik ez a geci. Anyám, gyere ide. A passzomat tuszkoljam bele. Na most jó lesz. Köszönöm. Tessék. Így vigyél már, mert nagyon pály. Visszfolyagos a lábam. Úristen. Énekeljek neked közbe? Na igen. Figyelj. Kártya. Egy belépő kártya. Ott van egy szűz hártya. Jack Sop ki a gyíkó. Jó volt? Ez nagyon szép volt, esküszöm. Te nem erre kell menni, erre jó megyünk? Figyelj csak, én nem tudom, folytassam neked? Mert az a baj, hogy hallottam valami zenét a fejembe. Jó, mi a kedvenc... Mi az, ami eszedbe jut minden? Mit tesz téged boldoggá? Mondjad akkor. Strahmer módba. Már megvan. A pina meg a sör. Meg a gin tonic, tudod, azt is szeretem. Ennyi? Hát nem vagy valami nagy igényű, bazd meg. Nem. Amúgy meg kaja legyen. Se siker, se pénz, se karrier. Semmi. Nem. Én már még ebben nem gondolkozok. Csak pina meg pia, mi? Azt a vidus kurveget. Rendesen jó hangja van. Énekeljék nektek? Semmi más, csak... Cigi. Szívemben a alkoholos Jack. Szádba van a deck. Mert úgy szívod, faszomra nyelveddel írod. Ezt ideig írtam ezt a szöveget. Rád gondoltam, amikor ezt a... Na, ez, de az jó is lett amúgy. Mert kezdeti stádiumban van, de szerintem így is nagyot üt. Figyelj csak, hát ezekbe vagyok. Jó, figyelj, azt gondolom, hogy letehetsz most már. Igen? Jó, jobban van már. Johnny. Szia. Mit csinálsz? Semmit, csak körülnézek. De hol van az igen, a buzi? Gyere. Verseleked is jön, menjen. Remélem, hogy mindenki egy zsíros kenyeret kenjen, mert itt van a Jack most velünk. Szia Jack, és integetek neked. Látom rajtad, hogy éhes vagy, az korog már a beled. Ott van az doktor. Itt vannak ilyen kollégáid, nézd csak. Ez már te tereped? Hát majd a cigi segít. Jó napot, jó napot kívánok, uraim. Itt kell felsegíthetünk. Jó napot kívánok, tisztelettel, Corbett Dallas fiatalember vagyok, és hát most az a, berendeltek minket ide. Mindjárt letakarítom az asztalt itt, jó? Berendeltek minket. Nem láttam az urat. Hát persze, mert... Én is Daryl Gates vagyok, orosz szakértő. Jó napot, Daryl. Rendőrségállományába tartozom. Kapu Daryl, üdvözlöm magát. Ez egy különleges, területen dolgozom, és beirányítottak ide, hogy itt egy bizonyos, különös helyzetet kell kézbe venni. Tudok esetleg annyiban segíteni? DNS mintát tesztem? Semmi, köszönöm szépen. Megkeresném én itt a bizonyos tevékenységemet. Legközelebb, ha jön, a hajhálót húzom fel. Mit szól? Hajhálót? Még az oknés titkos a lábamon. Passzomat nyomjam bele. Mi az ok? Maga nincs is maga az ok. Hát pont erről van szó. Pedig van. De tudja miért nem látja? Ilyen titokzokni? Így van. Titkozokni. Pont olyan, mint az a helyzet, ami ide hittak. Tudja? Tisztelettel. Így van. És akkor az úr ki magával? Ő? Itt a személyes takarítóm, ami azon... Így van. Hát a doktor úr az nem... Így van. Bakteriológus, azért én mindent átfertőtlenítek. Jó, most be fogok nézni ide. Jó napot, uraim, itt az eljárással kapcsolatban érdeklődnék, hogy itt megvan-e a baktériummentes munkat
területét, ki van a képezve? Folyamatban van a dolog, hát haladunk, de elég lassan. Aha. És... Mi a helyzet, kollega, minden rendben? Persze, elvégeztem egy-két biztonsági tesztet, minden rendben van. Úgyhogy... És itt a piacról ember maga mit szólaljon már, meg ott baszok magára. Aha. Mit állít itt egy paszalakodalomba? Be van peszülve az úr, itt valami nem hát, stimmel. Ő nem nagyon beszélget. Albino kolléga. Ki igen, van mondja. Némulva? Hogy mit mondott magának? Pillanat, hát Albinónak hívnak a barátaim, akik ismernek, a munkatársai. Elnézést? Akkor elmennék a kollégámmal egy pillanatra. Jó, nyugodtan. Figyelj csak, Peréb arc. Na mit keresünk? Milyen izét? Van itt egy csomó DNS. Hát ezeket figyelj. Milyen izék? Ide vannak lenni. Adok egy izét neked, jó? Most ide kirakok pár cuccot, vedd már föl. Ezeket neked vettem karácsony, és kellettem odaadni. De ezek nem kellene nekünk. De nekünk a te DNS-et kell, csak ne vigyünk el minden. Az nem, az bazd meg. Nem, hát, de hogy hívnak? Mi van? Engem? Mi a te neved? Feri. Jó napot, uram! Átvizsgálnánk a területet, legyen szíves, mert úgy látom, hogy most, így van, de most ez egy belső vizsgálat. Gyere, itt kitakarítás, ez kitakarítás. Így van, kitakarítás, és átnézzük, hogy kitakarította, kitakarított. Azért ne nyúljanak semmihez. Csúszós a padló. Rendben, ne nyúljanak semmihez, nehogy valamit elvigyenek. Dehogy is. Személyes takarító. De most figyelj, már te összeszedted, hogy hívnak téged, vagy mi van? Nem szedtem össze, de csak az kell, ami a tiéd, ezeket hagyd a picsába. Nem emlékszem már, nem én, hogy hívnak? Visszavettem a kis kohorlapot, jó? De... Hát Johnny Westnek hívnak, nem? Hát dehogy nem. Johnny. Vagy Johnny Bright? Vagy Johnny White? Most mi a neved? Figyelj, csak most mondom, hogy szemedben könnyek. Itt miért van egy talpas fecske meg kubai szivar? Hát neked, mondom, hogy neked vettem karácsonyra a faszopó. Szerintem itt oda akarom adni, te meg így kimiskárolod az egészet. Ja. Na, pakarodjunk a gecibe, meg vagyunk. Ezt mondta, hogy a szarjaidat tegyem el. Micsoda? Mi van? Felvettem, igen. Jó. Figyelj csak. Hogy nézem, mi van itt? Szerinted... Nézzünk szét. Izé van itt szerinted... Kiküldöm őket, az orvosokat. Így van, belső vizsgálat, vészhelyzet van, szivárgás. Így van. Gyerünk. Gázszivárgás észre. Milyen gázszivárgás? Nem, hogy gázszivárgásra. Derekon meg ki van készülve? Te pillanat. Hát látom, meg vagy hajolva, mint a kérdőjel. Lehet, hogy Johnny Sins a nevem. Vagy Johnny Sins a neved? Szerintem igen. Várjál már. Elnézést, jó napot, riadó! Jó napot kívánok, tiszteletem, uraim! Jó napot! Na mi a helyzet? Ott már kitakarítottak mindent? Így van, ki van takarítva, minden rendben találtunk. Fertőtlenít is mindennek. Így van, hogy a faszomban le. Ilyen lett a hely. Hát bazeg, enni lehet. Klóroztam mindent. Ezt már szeretjük. Akkor még ide is betudnak, itt vannak a kollégák. Tiszteletem, uram, jó napot, könnyed. Beutattam az urat, nem tudom, hogy hívják, elfejtettem. Még egyszer elmondaná a nevét az úr? Corben. Beutatkoznak. Dallas Corben. Dallas Corben. Jó napot. Tiszteletem, jó napot. Itt valamit át szeretném. Biztonságtechnikai, laboratóriumi, bakteriális takarító berendezés. Vagy ott. Így van. Szeretnénk. Fáradjanak ki, mert így van, megkérni. Így van. Nagyon koncentrátum orvosi fertőtlenítésekkel fogunk itt. Jó, rendben. Nem akarok legalább megkérni. Így van. Vegyék ki a szünetet a munka közit. Ezt kitoljuk az asztalt is, hogy elférjenek jobban. Ja, köszönjük szépen. Figyelj csak. Keresed már. Igen? Jack Daniels, figyelj már, most csak neved? Igen, Jack Daniels vagyok. Itt van a DNS-ed, te pasztarisznya. Vedd már fel. Vedd föl te. Én nem nyúlok az undorító DNS-edhez. Baszd meg. Na most akkor téged hogy hívna? Lil Smith. Az amerikai rapper. Johnny West. Ja? Johnny West? Nem tudom, bazd meg már, annyit ittam, hogy nem emlékszek rá, ezért minden Johnny-t viszek.
Jó, érti. Figyelj csak, kérsz egy vizet? Johnny fizet. Ah, persze. Jó, figyelj, meg vagyunk, ez meg lett belül, meg nézted, faszcibáló. Várjál már. Igen. Csak ez az albino itt néz. Azért, mert láttam, hogy hogy néz rád, az meg akar baszni téged, de... Esküszöm. A rohadék, a rohadt kandicnó. Pő van ajzba. Szerintem tuti buzi. Nem láttad? Még le volt ízi szörtened egybe a melyet. Amúgy van, hogy mondod, itt nézem. Ahogy, de meglátott téged, bazeg a fasz egyből fölállt. Azt hittem először kriminális a zsebében. Itt van az ajtó, minden. Ja, tényleg. És akkor nem kéne beismerni? Ha már így kiderült? Meleg az a helyzet. Akkor mi volt az a zsebében? Az nem kridolin volt, ami főkeményedett, mikor a kollégát meglátta. Hát az alapból is ilyen kollega. Fejezd már, bőtse. Puska, hogy lejtettem valamit. Elterem a szóval is, mint azt a húrreget. Elterem a figyelmét ennek a baromnak. Ezt nem azért. Találtál valamit? Megvan minden testvérem, le van zsírolva. Ja, mehetünk akkor tovább. Köszönjük hát szépen, végessünk, igen, megyünk tovább, köszönjük. Ja, a következő. Az asztalt kérem, ha már... Ja, nem vagyunk nem, mi bizi költöztetők, jó napot! Azért ne bassza már meg a kurva Isten! Hát sérben van, azt még asztalokat tologassak! Istenem! Na, megvan már, vagy mi van? Megvan, bazd meg! Meddig fogsz még itt idegesíteni? Na, gyere, zsatarda most! Hát igen, bazd meg! És hát mi a neved? Johnny Best. Johnny West? Johnny Westnek hívnak? Igen. Te... Jó, de... van, én White-ra emlékeztem, vagy Wright? De figyelj, az is van nálam. Elhoztam mindenkit, aki Johnny. Elhoztam minden. Ki tudja, bazd meg, hogy hogy van a könyvezve az ember a mai kurva világba? Érted? Az orvos szakméleményt azt elvetted mellőle, ami ennek az mellett van. Az baj. Elnézést, valamit itt felejtettünk. De hülye, az a másik szerint. Honnan vetted el a Johnny White-ot? Vagy vesztett, vagy mit? Figyelj csak, tényleg azért... Te minek vagy itt, bazd meg? Érted? Ki tudja már? Hagyok itt egy sprét. Ez volt az. Megvan amúgy. Jó, megvan. Gyere, légy szíves! Köszönjük főnök! Mi ez a tulaj? Minden passza, mindenkorra örülök, hogy mi a helyzet. Folytatnánk a munkát. Figyelj csak, nem cigizel? Ja. Hát de cigizek van nálam. Adj meg koreszt, legyen már szíves, na. Márjon. Mert bazd meg, mert szétvisz az idegengemet. Figyelj csak, nézd ezt adom. Mi a tajszámod neked? Mi a kedvenc száma, uram? Egy pillanat. Az enyém 878. Nem a tiéd, hát nem te akarsz cigizni. Az nem, ő csak a szőrös pagyit szeretsz a két gombócosat. De úgy látom maga is. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Ja, de... Szépen az Kösz csattanó vezérostyám, nagyon nagy király kicsit. Vagy! Csoki! Na, kikísérem magukat. Nem kell, kitalálunk, itt dolgozunk, uram, takarítok, látja? Jó napot kívánok! Tudja, hányszor felnyitom ezt a padlókat? Hát elnézést, maga német származású? Igen? Hát igen. Jó hallom. A felmenőim németek. Azért, mert ismertem egyet, egy ilyen izéb volt, egy pappót. Azt úgy hittek, hogy Hans Regenkurt. Az igen, nem, hát nem ismerem sajnos. Pedig mintha nagyon hasonlítanak rá, Hans. Maga nem az? Big Stick Führer Pajör. Alpidörzén. Lépcső, nehogy túl vizes legyen, azt el ne baszódjon. Bazzeg, úgy fölmostad ezt a szájba baszott bűgyantás padozatot, hogy a szar kiugrik belőlem. Úgy fölmostad. Uraim, menni kell nevet, már csinálunk, villan. Dolgoznánk, uraim. Hát ő is dolgozik, nem kell tartózkodni, jó? Igen, amúgy nem kell lenézni azért. Ja. Nem kell lenézni, mert takarító vagyok. Figyelj csak, a Hans régen kurtak, megemelhetnétek a pizuját. Állom, ugyan, de mi orvosok vagyunk, nem nagyon állunk szóba takarítókkal. Hát mondjuk nem úgy néz ki, mint egy orvos, hát nem. De mindegy. Úgy néz ki, mint egy csekkbe baszott darumadár. Hogy nézek ki, uram? Ezt mondta, hogy úgy, hát, én mondta az előbb, hogy... Hát igen. Mint egy csekkbe baszott darumadár, úgy néz ki. Másodállásban. Másodállásban így van. Te mind és nők az is vállal. Szóborítsa meg. Hogy csak férfiakat. Mit nevetnek maguk? Mi volt ilyen vicces? Hát figyelj csak azt, hogy meg vagy feszülve, meg atya meg szaros. Igen? Kalapkabát lesz ez. Na, beszélgetünk még, vagy kísérjem ki magukat. Hát mennénk, mert nagyon kell. Most hát mennénk már, mert lejárt a műszak. Nem tudom, mit kell feszülni itt. Maga mit hisz magáról, há? Hát miről beszélnek? Hát maguk beszélnek itt a hülyeséget.
Lassabban nem tud jönni elnézést. Hát nem, már öreg vagyok, bazd meg. A sejemingban, ezt az albérlet meg nincs kipizette. Hé. Doktor, zavarják a munkákat. Doktor Kolbász, hogy mit mondod? Ja, Corben, bocsánat. Doktor Corben. Azt hittem, hogy Kolbász. Nem. Jaj, Istenem. Na itt cigiznek azok, szép. Figyelj, jó nap, visszamehetnek, kollégák. Viszontlátásra, köszönjük! Hát, jó, megyünk! Köszönjük szépen! Viszlát! Viszlátásra! Szívanál maga is egy cigit, Albino úr! Hát én még most nem, majd elmennek, nyugodtan elszívok egyet. Az a baj, hogy maga másfajta cigit szív, ebben biztos vagyok. Olyan szimpatikus maga... ember nekem maga, Albino úr, nem találkoztunk már valahol? Elnézést, de itt a doktor az mindig ilyen, nem tudom, ilyen... Hát... Igen? Igen? Maga nem tudom, hogy meleg vagy... Miért lennék meleg? Hát elkörülöm a maga pajtákat, sejemink peszül magát, mint Jézusok kereszten. Hát de maga mindig a fényszerűen. Stírüli. Hát mert stírüli itt egy takarító gyereket. Hát nem szégyeli magát. Én megyek előtte. Én megyek előtte. Hát most, de... Azért direkt maradok le magától. Na tessék. Érzem a tekintetét a valahoma. Így van. Pöl is ezt jelent maga. Az a baj, dől magukban a melegség. Dől magukban a melegség, uram. Hát itt egy dolog dől, az magából a szarszag. Mert ki van büszkülve maga? Tudja mit? Tudja mit? Akkor tüdőzz el, én azt mondom. Én meghagyom magának ezeket. Hát maga még mindig fogja azt a felmosót? Ez az enyém, érti? Így van, ez saját, ezt most vettem. Ja, saját munkaeszköz. Így van. Vigyelj is. Azért tartom így, mint ez egy nagyon precíz célszer számomra, csak mondom. Tudom, srácok, itt a kérlek kövessétek be a magát, kifüggesztett magát. Linken az Instagram oldalt. Az orvos urat, hogy magát miért engedték be? Mert jótékonysági akció keretein belül azért mondom, hogy... Hát, hogy mi van magával? Fontos, várjon már egy picit, légy szíves. Hát nem, nagyon nem. Lenéz minket. Szóval jótékonysági akció keretein belül fogadtunk velük. Elnézést, nem vallok egy pillanat. Szóval kövessétek be, légy szí. Szóval hát, mi leugrunk. Bocsánat, igen? Még fittek vagyunk még. Addig jön még jó a dereka, mert nem izé, nem toltál nyitni itt a felmosót, mint én. Hát ez az. Merre áll a kocsijuk, uraim? Itt parkoltunk egész közel, én vagyok a doktorunknak a sofőrje is. Így van, hogy a posőröm. Mindenes maga? Persze, hát így összedolgozunk. Hát igen. Jó, köszönjük szépen akkor. Viszontlátásra. Viszlát, uram. Látom már, mert az ajtó nekem elég kancsi. Hát. Az a baj, nem csak az ajtó. Na? Köszönöm szépen. Azt hagyta, hogy felkapta az öreg úr. Hát hogy a passzomba, de. Na, viszont látásra, uraim, nem többet nem találkozunk. Jó, oké, de fogunk még, uram, hát itt dolgozunk. Így van, jövünk ide. Majd a büfében meghívhat valamire. A szekrényét hát meg zárja, mert bele fogok szarni. Ezt megesküszöm magára. Ilyen gonosz maga? Beleposok egy olyan higat, hogy az senki nem akar össze. Pedig azt hittem, jóba vagyunk, de hát akkor mindegy. Viszlát! Krisztián, köszépen a szobát. Ezt a buzit te. Na, még azt hittem, jóban vagyunk. Buziskodna állandóan, te tiszta szégyen. Tamás ott tesz, hogy lebaszok neki, hogy kipejeli a bódi oldalát. Kurva életbe. Már egy picit, hú, ez a rendőr. Sheriff úr, ők voltak azok, akik orvosnak adták ki magukat. Jó napot, tiszteletem, Tamás úr. Sheriff úr, ők voltak. Milyen mi voltunk azok? Honnan tudta, hogy kiadtuk magukat? Ezt én sem tudom. Figyelj csak! Megbaszom az anyját ennek. Elnézést! Kinek? Hát mindenkinek. Állj már pérre, bazzé, mindig menekülünk. Állj pérre. Hallasz, bazd meg? Mondjad. Mondom, állj már meg! Nem, húzódj, nehogy mind... állok, hát megöttük már a rendőr, bazd meg. Hát nem csak így megállsz, mintha megállnánk, érted? Átbasszuk. Bazd meg, itt még több van. Jézusom, de nagy botkecik vagytok, a ráka beleteket! Nyomjad már ezt a szart! De segítség, elraboltak! Milyen elraboltak? Hát muszáj, bazd meg, muszáj, de kivágom magamat. Tudod, mi a te neved? Na mondjad. Ricky Rák. Tudti, ez az Albino geci nyomott fel minket amúgy. Azért volt mindig a nyomunkban. Egy pincsi kutya. Lehet, hogy nem is buzi volt.
Lehet, hogy nem buzi volt, hogy gyanúsak voltunk neki. Lehet. Hát, hogy összekevertük ezt a két tulajdonságot. Hát, hogy mind a kettő elég, elég gyanús, vagy valószínű. Inkább vezessél, ne popázzál állandóan, bassz meg. Csinálod a hülyeséget. Csinálom szerinted? Hát ne nyomjad már azt a szart. Hát nyomom. Ez a maximum, nem tudom, tébla az ajtókárpitot, dob le, dob ki, akkor mert súly könnyíteni kell, mert ez így nagyon kotvágy. Rúg ki az ajtót. Na, egy pillanat türelmet kérnék. Szóval srácok, nézem, hogy mennyien lettek, 15 ezernek kell lenni. Már csak egy ezres! De nagyon király vagy, királyok vagytok, és köszönöm szépen, hogy hozzájárultok ehhez az akcióhoz ennyivel, királyok vagytok. Nincs semmi másod! Na, Mizu? Minden jó? Nem látod? Ez nem. Szerinted jó? Hát bazd meg. Hát ez minden, csak nem jó. Magadnak intézted megint a fasságot. Miért? Hát miért magamnak cigit? Most megint miért kell rám kenni? Hát mert bazd meg, megint itt fölidegesítettél. Te mi a passzom van itt a földön? Itt valaki ide szart. Ott van egy szardarab a szőnyegen. Szardarab. Hát nézd már meg, bazd meg! Hát itt a lábamnál, geci. Egy 25 centis szar van, egy bímes doboz. Azt a kurva. Az, a, hogy nem volt szaga ennek? Mi ez a nagy szar? Jocó, kösz szépen. Fú, nagyon ezek a rendőrök. Haszomat már, ide is szarkolok. Jó felszólítás, húzódjon félre és állítsa le a gépjárművet most azonnal. Hallottad, mit mondta? Hogy a rák a gyomrod. Az igen. Hű, bazd meg, ki ez a... Hazárd megy a lordjai, bazd meg. Úristen, gyere. Jaj. Hopp, hogy megfogtam. Hihetetlen. Álljanak félre. Módrejött. Persze, mindjárt megállok. Tudik abba a Darth Vader üt abba a kocsiba, há? Igen. Ki az a Darth Vader? Bazd meg. Hát nem tudod, ki az a Darth Vader? Hát nem. Hát bazd meg, hát... Hogyhogy nem. Nagyon szép. Oh. Jaj. Álljon meg! El segítség, elrabolt ez a férfi! Álljon meg! Úristen! Elnézést! Elraboltam! Biztos, uram! Úristen, annyira örülök! Hú. Köszönöm, hogy megmentettek! Úristen! Feltart fel a kezekkel! De jó, a hogy itt vannak! Pont magukat a kerestük! Azonnal fel a kezekkel! Kérem a kollégákat, hogy a két úriembert motozzák meg, bilincseljék meg őket, tegyék járműbe és irány a serif hivatal! A passzokó! Sárga kesztyűs! Percik, kösz szépen! Átbaszott minket ez a Dallas. Csak óvatosan. Óvatosan. Mit követtünk el, uraim, vagy ballasz. Mi a probléma? Jó, vagy csak lazábban. Hát ez egy elég hosszú vádlista lesz, úgyhogy majd tudatjuk a serif hivatalnál. Mondtam én srácok, hogy ha baszakodtok előbb-utóbb rábasztok. Jó, vagy szobd le magadat, oké? Tehetitek hozzánk mind a kettőt. Tényleg Dallas. Kurva agyám. Ezt akartam már én is kérni. Szóval nem van. Tudom, hogy tegező viszonyban lennék. Abba lennék passzopó. Kérem, hogy fogják be a... De a hölgy, hogyha megbilincselne még egyszer, azt nagyon tudnám. Üljenek be az autó. Jöjjön ide. Azt mondom, hogy a hölgy segítsen már be a gépjárműbe. Hát... Belenézek itt az úriember zsebébe. Figyelj csak, te ne nézelődjél, nem a múzeumban. Maradjál csak nyugtat. Na mi van itt a... Ebbe az örvösi köpenybe. Mert csak ide nek? Semmi. Jó, ide jön kompetesen, de kísérlek. Nális Rangs 2 DNS mintát. Adnak a DNS minták a laborból, csak nem megsemmisíteni szeretem. Ne úgyis, soha nem tennék akkor ilyen. Ezt átadom itt szépen az a kollégának. Én tizedes meg... tegye el ezeket a mintákkal. Nem tudod beülni. DNS-eket. Ez is a vádirat része. Én se tudom. Csaba, kösz szépen! A szubot, ne szépen kösz. Nem raknarám egy szilikonbilincset véletlenül. De, már is csinálom. Köszönöm szépen. Rájézzek egy szilikon bilincset. Elnézést uram, vegyem el a bilincset, mert nem szaladok el, megígérem magának. Egy szilikon bilincset tegyen rá. Az a baj, hogy nem tudok beülni az autóba. Ó, de hogy nem. Nem tudok beülni az autóba. Nézse ki az ajtót is. Üljön már be. Egy kicsit menjetek már hátrébb vele. De miért tegezed a rendőröket, passzopó? Hát, hogy legyenek szívesek, ja. Biztos uram, nem tudja azt mondjam. Nem sértődünk meg. Jó, mert te kussoljál, kopasz geci. Kérem, kérdezze. Üljön be.
Üljön be az autóm. Ülj már be, Jack, bazd meg, hát ne idegesítsél már. Na, most jó. Na, kérjetek bocsánatot, ami így csúnyán átpertétek minket. Kopasz, geci. Ha? Nem szégyened magad? Most jó szitkozódni ettől. Nem, most nem volt szép Dallas. Most azt szólod, hogy a Lucy-nek közében kapupa. Tudtam, hogy egy büdös geci vagy. Mondtam nektek, hogy ha baszakodtok, rábasztok. Hát most akkor te is rá fogsz baszni. Csak mondom. Ez nem az a mozd. Micsoda? Nappali óra, megfogom a kis kezét, és a vállát, és kis kezet elkezdem sokkal bevezetni. Kérem, hogy induljon a maga tartóztasson le engem. Azt kívánom. Tessék előttem. Kérem a kollégákat, hogy... Eli, kösz szépen, Gergő, kösz szépen. Embereket a cellákhoz. Szemerű! Mit a mélye szajkod? Arra, nem, nem, legyen kedves majd ezt a Jim Bean urat felvinni. Jack Daniels vagyok még mindig. Jöjjön Jack! Hova menjek erre? Velem tessék, kérem. Ez a nappali, ez csak ráragadt. Miről beszélsz, ez az agyakönyv vezetlen? De felőlem mehetsz, mehetsz Pali néven is. Ide tessék befáradni. Foglaljanak a kollega helyet. Legyen kedves behozni az összes bizonyítékot, amit a helyszínen átvettünk tőlük. Érezzék otthon magukat nyugodtan. Az asztalra kérem a bizonyítékokat. Ide szembe tessék, Nappali úr, ne üljön olyan távol tőle. Ah, nem kell olyan messzire, nem harapunk mi. Na jó, csak de a kisasszony... Hogy... a börtönbe, azok már lehet. Ah, feküdj már le magadban. Majd ide ülök ön mögé. Az ölemben nem akar ülni kezi csókolom, mert van helyben. Oh, honne. Nagyon szívesen. Nos? Köszönöm szépen. Kérem, hogy küldjön be még egy rendőrtisztet, hogy legyen felügyelet. Oké. Okay. Bocsánat, kérést várok most. Jó. Eli, kösz szépen. Szóval. Akkor a túloldalon Perci, kösz szólítom szépen. A kollégákat, hogy a kamera felvételt indítsák el. Perci. És akkor kezdődjön a vádak felsorolásra. Először is kezdjük a legelején. Katonai jármű eltulajdonítása. Hazugság. Hát a baj az, hogy van egy szemtanunk, aki személy leírást adott, ami egyezik a te megjelenéseddel. Ezen kívül DNS mintánk van a tankból, ami egyezik 100%-ig a te DNS mintáddal, amit most próbáltál meg eltulajdonítani. Hazugság. És megsemmisíteni. És ez ugye innentől kezdve a következő vádpont, tehát betörés egy állami szervhez, rendőrségi bizonyítvány, illetve bizonyíték megsemmisítének kísérlete. Ezen kívül autólopás, hiszen ez a fehér Greenwood típusú jármű, az egyik orvosnak az autója, nem tudom, hogy hogyan kerülhetett hozzád, úgyhogy autólopás is szintén hazugság. A vádlajstrom, illetve ezen kívül hazugság. Rendőri igazolvány eltulajdonítása, mert valahogyan szerintem, amikor az étteremben szembesítettünk, akkor loptad ki a zsebemből a belépőkártyámat. És innentől kezdve mondhatsz bármit, dumálhatsz bármit, tolhatod a hülyeséget, mind-mind-mind semmis, mert ezek tényszerű bizonyítékok. Tehát innentől kezdve valójában a tárgyalás is csak egy formalitás lesz, mert ezek alapján, amik itt vannak, azonnal, azonnali hatállyal 15 év letöltendő. Hazugság. Természetesen, ha szeretnél valamit mondani, mondhatod, jogodban áll, de ezek a tények, és ezek a bizonyítékok már csak egyesével is elegendőek lennének ahhoz, hogy leültesselek, de így összességében... Hazugság. Ja, várjál már! És csak azért, mert kedves vagy, és nagyon bírlak, a múltkori verekedésért itt még hozzácsapjuk a hivatalos személy elleni erőszakot. Úgyhogy egy laza 18-assal, ha jól viselkedsz, kijöhetsz. Hazugság. Hát ezt már hallottuk, de akkor hozzácsapom még az illegális lőfegyver. Azt akartam mondani, hogy figyelj ide. Először is. Kedvesem, azt ne felejtsd már el, hogy a lefoglalt illegális fegyverviselés, ami nála volt. Azt mondtam, hogy igen, még hozzácsapjuk ezt is.
összevethetnénk esetlegesen majd a serifautó kerekével, tudod? Igen, ami véletlenül ki lett lőve, meg hát egyébként is összevethetjük még a balisztikai adatokat, hogy ki tudja még milyen bűntények így voltak van. Ezekkel a fegyverekkel elkövetve, mert innentől kezdve akkor az is a tiéd lesz, lassan elérjük a 20 évet is. Először is a passzóban kéne összevetni a rusnya popátokat. Először. Igen, köszönjük. A másik pedig... hozzászólás. Így van, ez humoros volt. Nem olyan, mint te. Mert te meg tumoros vagy. De én most nem is viccelek. Hát nem, de én meg mindjárt az arcodra spriccelek. Mit szólsz ehhez? Jó vagy, még mindig, figyelj csak, milyen, de milyen őszinte kell, hogy legyek, bocsánat. Fölállok, hogy szemtől szembe tudjam mondani, tudod? De szemüveget is lebeszem. Ja, nincs rajta. Inkább figyelj. Ülj vissza, szerintem. Én azt gondolom, hogy van egy mindig pontos a családtagjaink egészsége. Ez mindannyiunkra igaz. Ezért viszem reggel orvoshoz a lányomat, de ennek semmi köze most ehhez. Én remélem, hogy sikerülni fog ez, hogy el tudja vinni orvoshoz. Mert... hát orvoshoz mindenképpen sikerül elvinni, hát persze. Mert megyek érte. Csak nem mindegy, hogy melyikhez. Az nem mindegy, hogy melyikhez, mert leviheti ortopédiára, sebészetre, meg hát patológiára is, ugye? De nem mindegy. Eltértünk a tájtól. Ezt csak így megjegyzem halkan, mert tegnap este az idegtől majdnem beszartam, mikor veled beszéltünk, mert itt az ideje, hogy itt elismerő, és azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy előálljunk a parbával. Tudod? Hallgatlak. Mert hogy honnan szereztük ezt a fehér autót? Nem tudja véletlenül maga, bocsánat, szia, elnézést. Szóval, hallgatlak. Hát kérdezem, hogy nem tud ebbe segíteni? Tronét. Miben? Ki ez a fehér autó? Az a fehér autó? Igen. Amivel menekültet? Bizony. Az egyik orvosé. Egy lopott autó, be is van jelentve, hogy egy lopott autó. Úgyhogy ezért mondtam a vádlista viszonylag elején, de hogy autólopás is a vád része. Oké, de a vádlista... Igen, az... a vádira. Több vádpont van. Ja. Mert ahogy említettem, a bádlimra gondoltam. Ahogy említettem, neked elég sokat bádlista fogsz ülni, mert sajnos, legalábbis a te szempontodból sajnos, én valamiért nem tudlak sajnálni, elég sok olyan vád van ellened, amik most már megállják a helyüket, és kézzelfogható bizonyíték van rá, 100%-os bizonyító erővel. Én addig kérnék bocsánatot, amíg lehet a helyedben. A műanyag lakat fog rád rohadni nagyjából. Mert így viselkedtél. Ebből probléma lesz, csak mondom. Miért? Hát a probléma lesz, neked. Elég sokat fogsz ülni. Jó, holnap... a vádakat ismertettem, kézzelfogható bizonyíték van mindenre. Köszönjük szépen a beszélgetést, az előzetes büntetés az megkezdődik. Természetesen ez a jog még neked is jár. Az előzetesben töltött idő az levonásra kerül majd a tényleges börtönbüntetésből. Tehát ha itt eltöltesz most egy hetet, akkor a börtönben majd egy héttel kevesebbet fogsz ülni, ez már beleszámít. Légy szíves, fáradj velem, bár mondjuk olyan sokat fogsz ülni, hogy ez az egy hét ide vagy oda, tök mindegy, maximum a temetésed lesz ennyivel korábban. Hát figyelj, én nem bánom, tudod. Legyen így, neked legyen igazad. Bemutatnám az új lakosztályodat, majdnem olyan kényelmes és illatos, mint ahol most laksz, te büdös köcsög. Na, szépen beszélve, megbaszom az anyádat, te büdös köcsög. A rákegyek a gyomrodát, a faszomat! Bocsánat. Elnézést. Hála jó Istennek, négy tanú volt mi erre is. Kupasz, még egy hivatalos személy ellen. Úrrap, ne induljál reggel! Ne induljál reggel, passzopó! Kezdve tervezni, hogy arccal vagy seggel szeretném majd a fal felé aludni, amikor a börtönbe fogod tőzni. Egy már be! De ne alkalmazzál semmit, te büdös passzopó! Lucia az el lesz izébe, kapálba. Csak mondom, kopasz geci. A lányomat akkor fogod utoljára látni, meglátod... a temetésedre megy. Aha, mert meglátod, te csöves. Bazzik az öreg. Köszönöm kollégák az ügyet. Én remélem is. Picsádat megbaszom. Hát mindegy. Atyám, ügyvéd leszek majd. Én már csörög is a telefon. Nem áll. Mit nem áll?
Szegény öreg. Hát ez az. Az egy szegény öreg. Itt vagyunk 4500-an vagyunk? Nem hazudik? Kövessünk be 1000 ember gyorsan szaladjál? La-ra-ra! Ahogy valószínűleg a Lilike, a riporternő. De rajtam van az orvosruha. Legem van már kurvára. Tudod, abban, hogy a szarnak vagyok nézve, hogy mindig második vagyok. Érted? Hogy mindig szarba néz. Mindig engem hoz ki bűnösnek. Mindig én vagyok a csúnya. A buta. El akart adni egyszer a szerveimet, képzeld el. Mi mondtam neked, hogy át fog verni? Nem hallgattál rá. Hát de mindig ezt csinálja. Hazaviszek egy nőt, rámegy. Tehát látom, hogy ezért felfaj a szemével, hát mondja neki, így hölgyem, így úgy. Randiztam két csajjal, mond mind a kettőt össze akarta szedni, érted? És a legjobb barátja voltam. Én mondtam neked, hogy semmiben nem néz. Azt a epic. Akkor ez tényleg a Jack. Igazad volt. Jobban jártál velem, hidd el. Hát az a baj, kezdem én is így érezni. Wow, hát a hideg baj, is kirázott. De... Ja. Itt levelem megbecsülnek. Hát, mit adott ő neked? Semmit? Semmit. Bajba kerültem mindig miatta. El kellett lopni egy tankot, ott is mondtam neki, hogy lopózzunk be, vigyük ki. A ez megy évek óta, és mindig csak úgy összeraktuk fejbe. Is rendőrség. De ez konkrét. Geci menő. Érted? Hát én megmondtam neked. Elküldtek minket valami bizniszre, mert mindig ilyen fasságokba keveredik, aztán persze rám kerül. A Jack az okra. Hogy miattam kerültünk bajba. Meg én basztam el. Azt is ő baszta el, el akar adni a szerveimet, elküldött, mint valami ezért, mint ami kutyát, érted? És azt hallom, hogy az én szervemét akarja eladni, érted? Ez barát az ilyen. Kéz. Ahogy itt fog a lábunk előtt fog heverni. Hát nagyon remélem. Majd meglátja. Nagyon remélem, hogy így lesz főnök. Ezt megígéretem neked. Miénk a város. Itt nálatok legalább családra lehetem. Így van, barátokra. Én mondtam neked, hogy a barátom vagy. Én nem úgy gondolok rád, mint ő. Én tisztellek, ahogy te is engem. Nem tudjuk, hogy az öreg el... Igazad van, főnök, ezt szerintem. Azt még nem tudjuk, hogy az öreg... Az a... Itt legalább... A Johnny-e. Legalább, érted. Itt fog a lábunk előtt heverni. Itt fogjuk végig húzni. Zokninak az előélete az a Jack. Ő is itt leszaladt. Pont itt. Itt fogjuk lelógatni. Végezze itt. Majd, hogy hol elhelye. Ez nem is rossz ötlet. Legyen itt a vége, főnök. Hát akkor legyen itt. Üssön itt az utolsó órája. És tudod mit? Azt is hagyom, hogy te végezz vele. Amiket megtett veled. Igen, főnök. Zokti nagyon drávai. Így van. Hát az igazi elégtétel lenne. Ha itt, a várostól távol. Egy ilyen kihalt erőműben a hideg aszfalton, a szakadó esőben végezni. Aztán egy sekély gödörbe elkaparnám valahol itt a tengerparton. Az a lényeg. Azért főnök, nagyon örülök neki, hogy 1978-ban rám találtál. Hát tudtam, kit kell keresni. Hát a legjobbat. Miért mondod, hogy tudta. Lilika riporternő? Én nem becsültem ezt soha. Ő az a interjú. Persze, hogy nem. Te hülye vagy, bazd meg. A karakter előélete. Nem is elkövetett sok mindent. Nem mondom. Az utolsó szó a tiéd lesz, nyugodj meg. Nem csak én ellenem, elkövettem igazából mindenki ellen. Mindenkinek csak fájdalmat és szenvedést okozott, mindig csak persze. Magát nézte. Bántotta a Lalit, a Jokert, a Rózit,
Érted, mindenkit. Tudod, jó, egyébként nagyon izgalmas. Neki, az a kislánya. Mindenki más lesz szar. Hát igen, a Lilika az egy igazi tülemény. Velem mondjuk tényleg mindig emberséges volt. Egyedül vele. Hát igen, egyedül vele. És a szerencsétlen kutyát, a recskát is semmiben nézte. Hát az a kisgyereket meg mindig bántotta. Hogy is hívják, Frank? Frank, tudod? Igen, azt de hittem, Frank tudod, Lalinak csúfolt. Persze, a Lalikát. Vele is hogy beszélt, hányszor megvert. Tibor, kösz az ezres. Hányszor elkalapálta. Mindenféle nyomorít. Mondjuk ettől kicsit ettél az öreg szapulástól, bár herótodban. De egyébként hát, geci jó. De ez a világ összes fájdalmáival az öreg felelős. A Rózinak, hogy a Frank mindig a markába szar és a zsebébe dugja a szarát. Hogy lehet ilyet mondani egy gyerekről? Gyomdorító, hogy félek. De meglátod, ennek vége lesz. Jó van, fő. Hamarosan. Akkor én azt mondom, hogy kezdődjön a végjáték. Kezdődjön. Vagy a végjáték? Kérjen itt véget az öreg. Lehet, hogy a végjáték? Csúnya őri. Én nagyon élem amúgy. Micsoda dráma. Srácok, nagyon-nagyon szépen kösz mindenkinek, hogy itt voltatok ma. Nagyon szépen kösz a szereplőknek és nektek is. Csók mindenkinek, szevasztok, és jók legyetek, és sziasztok, és hello, és sziasztok.